Először is az a tény megint csak, hogy ebben a formában itt vagytok, és jelen vagytok, és hallgatjátok pont ezt a fajta streamét az Úrnak, pont ezt a fajta a jelenlétét az Istennek, és ezen a Zoom meetingen vagytok, ennek oka van. A Márk Evangélium 3.13.14 kellene nekem majd, Zoli. Az arról beszél, amikor Jézus felmegy a hegyre és imádkozik, a Biblia szerint ő választott ki embereket, és ő hívott magához embereket, 12-t konkrétan, akiket el is nevezett tanítványoknak, és elküldte őket aztán később ki, hogy szolgáljanak, tanítsanak, prédikáljanak. De az a nagyon fontos dolog, Jézus nem változott, hogy soha nem te választod őt, hanem ő választ ki téged. Tehát nem te döntöttél úgy, hogy csatlakozol ehhez az alkalomhoz, ehhez az egyszerű Zoom meetinghez, hanem a Biblia azt mondja, hogy Jézus megfontolt, imára alapozott döntése alapján vagy egy meghatározott személy ebben a Zoom szobában. Jézus hívott magához téged, nem pedig te hívtad magadhoz Jézust. Nem a megváltásról beszélek. Nem a befogadom Jézust a szívembe, hanem arról beszélek. Arról beszélek, hogy Jézus kiválasztott a megváltás fölött 12-t, akiket elnevezett tanítványoknak. A tanítványságra soha nem az egyén küld meghívót a mesternek, hanem a mester küld meghívót az egyénnek. És ennek a bizonyságai vagytok ti itt. Mert a Márk Evangélium azt írja, hogy felment a hegyre, és magához hívta a 12-t, hogy vele legyenek. És az Amplifier fordítás az angolban azt is mondja, hogy elnevezte őket tanítványoknak. Tehát az a tény, hogy itt vagy, ez azt jelenti, hogy Jézus megfontolt döntést hozott az életeddel kapcsolatban, tanítványnak gondolt téged, és behívott téged erre a meetingre. Te azt gondolod, hogy csak kattintottál egyet a linkre, de mielőtt kattintottál a linkre, egy csomó minden történt a szellemvilágban. Az a Jézus, aki itt járt a Földön, visszament az Atyához, az a Jézus látott téged, megbeszélte az Atyával, hogy Atyám, ő az, őt akarom ide, és magamhoz hívom. Ezért vagy itt. Ha ez nem történt volna meg, akkor hidd el nekem, nem lennél ebbe a szobába. Jézus nem gyengült meg, Jézus nem változott meg. Ha azt mondaná, hogy Atyám, őt nem akarom, 100%, hogy nem tudtál volna bejönni ebbe a szobába. Ebbe 100%-ig biztos vagyok. Tehát az a tény, hogy itt vagy, ez azt jelenti, hogy ő kiválasztott téged, és valami mást bízott rád, azon felül természetesen, hogy megnyerted a megváltást, hogy befogadtad őt a szívedbe. De ezzel kezdenünk el valamit, ahogy az Andi is mondta, itt nem szabad megállnunk, hanem ezzel nekünk kezdenünk kell valamit. Egyik este imádkoztam, és ahogy imádkoztam, a Szent Szellem egy igét mondott nekem, és ez alapján, az ige alapján azt mondta nekem, hogy Péter, különbség van a világosság és a fényerő között. Mert a világosság az az, amit most is láttok, ami kijön egy egyszerű izzóból, tehát hogy van fény a szobába, a fénynek az erőssége azonban attól függ, hogy hány wattos az az izzó a foglalatba, és mennyire erősen világít, tehát a fény erő az gyakorlatilag annak a függvénye, hogy mennyi energiát kap az izzó, és milyen teljesítményű. Tehát különbség van a fény és a fény erősség között. Fontos különbséget tenni a fény, a világosság és a fénynek az ereje között. Hiszen, hogyha most teljesen lekapcsolnánk a villanyokat ebbe a szobába, és csak a telefonnal világítanék ide magam fölé, az is fény lenne, viszont nem biztos, hogy látnátok engem.
Hogyha egy teljesen sötét szobába 5 méter távolságból világítok a telefonommal, és azt mondom, olvasd el nekem, légy szíves, egy papíron egy apró betűs szöveget, nem tudnád elolvasni. Van fény a szobába, de a fény erőssége nem elég ahhoz, hogy elolvasd egy kis cetlin egy feliratot. Tehát ezért fontos a fény erősség, és nem elég önmagában a világosság. Miért mondom ezt? Mert a világosság adott, a fény adott akkor, amikor befogadjuk Jézust. Azt mondja a Biblia, Zoli kérlek, János 8:12, azt mondja a Biblia, hogy amikor mi befogadjuk Jézust, akkor gyakorlatilag a világosság gyermekei leszünk, világosság költözik az életünkbe, maga Jézus a világosság, az élet, a világosság, a fény, ő bejön az életünkbe, és lesz világosságunk. Megváltozik a szellemi állapotunk. De ha látjátok, igen, itt az ige is közben ismét szól, azért hozzá egy kis mondván, én vagyok a világ világossága, aki engem követ nem járhat sötétségben, hanem övé lesz az életnek a világossága. Ez a megváltás, ez a salvation, ez az, amit mindannyian ebbe a szobába megtapasztaltunk, hogy miénk lett az életnek a világossága. Nagyon sok keresztény itt megáll, és nem építkezik tovább. Azt hiszem, hogy azért vagyunk ebbe a szobába, azért vagytok itt, hogy ma arról halljunk, hogy tök jó, hogy van világosságunk, de a világosság nem lesz elég ahhoz, amit Isten eltervezett nekünk. Mert van világosságunk, ahogy befogadtuk Jézust, nem járhatunk sötétségben, ezt meg kell ünnepelni, viszont ez nem lesz elég hosszú távon. Máté 5:16-ot, Zoli, megkérlek, hogy még ide majd írd be nekünk, és aztán majd az Ézsaiás 63-at később. Ahogy ezen az estén imádkoztam, erre hívta fel a Szent Szellem a figyelmemet, hogy különbség van a világosság és a fénynek az ereje között. És erről akarok nektek ma röviden beszélni, mert mindannyian a világosság gyermekei vagytok, viszont különböző a fényünknek az erőssége. Van, aki jobban világít ebbe a szobába, van, aki kevésbé világít ebbe a szobába. És Jézus pedig arról beszél, az az atyának a célja, hogy amíg itt vagyunk a Földön, ez a fényerő növekedjen. Nem tudom, emlékeztek-e olyan lámpákra, amik ilyen olyan, tudjátok, ahogy tekered, növekszik a lámpának a fénye. Itt valami, itt úgy hívják, hogy dimmer switch, tehát hogy ahogy tekered föl, megvan otthon is nyilván, van ilyen. Emlékszem, a Pityu pásztornak már jó régen volt egy olyan lámpája, hogy megérintette egyszer, kisebb fénye jut, megérintette még egyszer, még nagyobb, harmadszor, még nagyobb. Na hát a faluba egy ilyen lámpa volt Pettenden, mindenki azt irigyelte és csodálta, Pityu pásztornak a lámpáját, és egy nap összetört a lámpája, úgyhogy nagy, nagy szomorúságunkra, de akkor láttunk életünkben először ilyen lámpát, hogy különböző fényerővel tud működni. Na pontosan ez működik a szellemvilágban, hogy különböző fényerővel vagyunk felruházva, de mindannyiunknak van egy alapvilágossága, amit az üdvösségünk, Jézus Krisztussal való szövetségünk miatt birtoklunk, viszont a világosságunk az különböző. Máté 5:16, úgy fénylik a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Tehát Jézus arról beszél, hogy van világosságunk, úgy tudjuk megmutatni, hogy nem rejtjük el, amit ugye az Andi is mondott, hanem megyünk ki az emberek elé, cselekszünk, imádkozunk, stb. Stb. 63-at törölt ki majd Zoli, tehát el előtted a lényeget, amilyen gyorsan csak tudod, törölt ki, és tehát Jézus azt mondja, hogy ez így tudjunk világítani. Na most, gyorsan beadok nektek egy videót, és én szerintem ezt itt jobban tudjátok értékelni, mint az emberek itt Angliába, mert mi szerintem Magyarországon többet látunk ilyet. Látjátok a képernyőmet? Szuper. Ezt a videót nekem a Zoli találta, én nagyon sokat kerestem, és nem találtam sehol. Ő lesz az egyik. Oh, wow. From the yellow to nice and white and crisp. Oké, okay, ő volt az egyik videó, itt pedig a másik.
Őnek nincs hangja. Rendben. Tehát mit láttunk itt? Dinamót láttunk itt. Próbáltam ezt tanítani Angliába, hát a sok angol, meg ugye ez a londoni környezet, nekik a dinamó kicsit tág fogalom, hiszen ők batteribe gondolkodnak, elemekbe, meg beteszem, és csak úgy jön a lágy, jön a világosság. Mi magyarok azért tudjuk, főleg én faluról jöttem, mi azért tudjuk, hogy megy ez. A világosságért meg kellett dolgozni. Ráültél a biciklidre, és bekapcsoltad a dinamót, de attól, hogy bekapcsoltad a dinamót, és egy helyben voltál, semmi nem történt. El kellett kezdeni tekerni. És ahogy elkezdtél tekerni, jött a világosság. Ha gyorsabban mentél, jobban világított. Ha lassabban mentél, lassabban világított. Na most az történt velem, Petendre jártam Isten tiszteletre. Ti tudjátok, a Petendi út milyen vékony, egy vékony kis járda, két oldalt, jó nagy árokkal. És akkor, amikor esik az eső, esett az eső, az a két árok tele volt vízzel. Ezt itt talán tudjátok, akik arrafele jártatok. És amikor Petendre mentünk istentiszteletre, biciklivel esetleg, vagy motorral, de most hadd maradjunk a biciklinél, nappal elmentünk, teljesen jó volt, ugye akkor biztonságos volt, épp a kis keskeny úton kellett menni, de napközben még láttad, óvatosan bicikliztél, kicsit így kacskaringáztál, féltél, hogy belemész az árokba, mert nagyon keskeny volt az út, de odaértél. Na most, amikor a pityupásztor belejött a prédikálásba, és jó sokáig tartott az Isten tisztelet, és sötét volt, az volt az igazi kihívás, mert hazafele nekünk föl kellett ülni a biciklire, tekerni kellett egy ilyen keskeny úton dinamóval a bicikliden. És ugye az a probléma, ha a dinamót, tehát a biciklinek nem adtál egy egészséges, hogy is mondják, sebességet, akkor a dinamó nem igen világított. Na most, ha nem igen világított a dinamó, és nem voltak csillagok az égen, meg nem volt hold, ugye, akkor jött az igazi kihívás, mert ha nem tekertél rendesen, akkor a dinamó csak ilyen sárgás fényt adott, ami körülbelül 1 méter távolságot adott neked, addig láttál előre. Ezért el kellett határoznunk, hogy vagy leszállunk és toljuk a biciklit, ami hosszú lett volna, vagy tekerünk rendesen, lesz nagy fényünk, és előre látunk 2-3 métert, viszont ma jönnek a kanyarok, és azon a keskeny járdán olyan nagyobb sebességgel menni nagyon kockázatos volt, úgyhogy mindig el kellett határoznunk, hogy oké, vagy kockáztatunk és tekerünk, ahogy csak tudunk, és lesz fény, de aztán ott van egy derékszűkű kanyar, ha még emlékeztek, de aztán hogyha jönnek a kanyarok, ugye, ott nagy az esélye annak, hogy belemegyünk az árokba. Volt ilyen is, emlékszem, a Jani testvérrel mentünk, és volt, amikor kikötöttünk az árokba. A rosszabb napokon az árokba víz is volt. A jobb napokon csak ugye az árok volt és a szárazság, de akkor is ez egy jó kis esés, ugye, a jobb vagy a bal felére. Tehát azt akarom mondani, hogy mindig el kellett döntenünk, hogy megyünk-e bátran, lesz fényünk, vagy megyünk lassan, és látunk 1 métert előre, ami gyakorlatilag használhatatlan lett volna, és akkor inkább toljuk a biciklit. Na pontosan ez történik szellemben is velünk. Mert az, hogy mennyire világítasz, az dönti el, hogy mennyire bátran fogod tekerni azt a biciklit. Na most ahhoz, hogy tekerd a biciklit, emlékszem, Jani testvérrel megint csak megyünk Pettenre, Isten tiszteletre, szokásos téma. Péter, nálatok mi volt az ebéd? Mit főzött anyád? Elmondtam, mit főzött anyu. És ti nálatok mi volt, Janikám? Ő is elmondta, náluk mi volt. Miért mondom ezt? Mert az, hogy te jól tudjál tekerni, annak az egyik feltétele, hogy egyél egy jót. Szellemben ez pontosan így van. Ahhoz, hogy tudjunk tekerni, eleve meglegyen az esélyünk arra, hogy bátrak legyünk és tekerjünk, hogy nagy fényünk legyen, ahhoz szellemi táplálék kell. Tanítások. Ige. Az igének az olvasása. Az Úrral való időtöltés. Mert Jézus azt mondja, van nekem eledelem, amit ti nem tudtok. És ugye Jézus miről beszél? Pontosan a böjtölésről, meg az imádkozásról. Ezért a böjtölés, az imádkozás, az ige az alapfeltétele annak, amiről most akarok beszélni. Anélkül fölülsz a biciklire, és kettőt tekersz, és az vetted észre, megszédültél, és már is benne vagy a Petendi árokba, sehova nem jutsz el. Tehát először is táplálkoznunk kell minden nap.
És érdekes, azt mondjuk, táplálkoznunk, Jézus meg a böjtölésre is gondolt, tehát táplálkoznunk kell úgy, hogy közben nem eszünk. Ami egy nehéz dolog. Böjtölnünk is kell nagyon sokat. És ahogy ugye megvan ez az alaperőforrásod, az étel, megvan az alaperőforrásod, hogy felülj a biciklidre és tekerjél. A másik fontos dolog, és ez az, amit az Andi mondott, egy döntést kell hoznod. Biztonságosan fogom játszani, tekerek lassan, leszállok a bicikliről és tolom, vagy azt mondom, hogy ennek egy módja van, hogy rendes fénybe tudjak menni, és magam elé lássak hosszan, ráülök a biciklire, és tekerek, mint az őrültek. Ennek megvan a kockázata. Mivel keskeny az út Gyöngyös mellék és Pettent között, megvan a kockázata, és nincs garancia arra, hogy nem kötsz ki az árokba. Egyszer vagy kétszer. Ezek real sztorik egyébként, tehát ezt nem kitalálom, ez életesemény volt nekünk. De miért mondom ezt? Azért, mert azt gondolom, hogy azért nincsenek áttörések az életünkbe, mert nem kockáztatunk. Abszolút. Azért értünk Gyöngyös mellékre haza gyorsabban, mert eldöntöttük, hogy ráülünk a biciklire, nem toljuk magunk mellett, és megyünk, tekerünk. És ahogy gyorsabban tekersz, láttátok a videóba, a fény elkezd növekedni, növekedni és növekedni. Tehát kockázat nélkül nincs fényerő. Kockázat nélkül a világosságod nem lesz elég hatékony. És miért nem kockáztatunk? Nagyon logikusan, nagyon okosan, és mi magyarok profik vagyunk ebbe. Azért nem kockáztatunk, mert helyzetet elemzünk. Kielemezzük a veszélyeit, a hátrányait, a visszaütőit annak, hogyha gyorsan tekersz egy keskeny úton sötétbe, annak milyen veszélyei vannak. Főleg úgy, hogy két vízzel teli árok van melletted. És abszolút logikus döntés azt mondani, hogy nem, inkább hazaérek, mit tudom én, egy óra alatt, de az biztonságos, mint hogy ráüljek a biciklire. Na, ebből van elege az Úrnak. Mert azt mondta, hogy az idő kevés. Nincs időd arra az egy órára. Normál körülmények között lenne. Tudom is én, ha visszamehetnénk az időbe, és ledobhatnánk téged egy olyan keresztény időbe, ahol nem az utolsó idők vannak, ahol nincs rövidre szabva az idő, ahol nem szakad ránk majdnem az egész menny, mert visszajön Jézus, már szinte az ég már hajlik, és az Úr már szinte jön a lovon, épp hogy vissza tudja valami ott tartani igazából, mert az Úrnak kell várnia, hogy beteljesedjenek proféciák, időknek a jelei. Annyira itt van már az idő, hogy gyakorlatilag nincs időnk gyalogolni. Nincs időnk lassan menni. Gyorsan kell menni, vagy sehogyan se fogunk menni, de ha gyorsan megyünk, hibákat fogunk elkövetni. És az Isten benne van a hibáinkba. Mert elesik az igaz. Ő beleszámolta a hibáidat. Tudja előre, hogy hibázni fogsz. Őt a hibáid nem zavarják. Tudod, mi zavarja? Az, hogyha ha mész és tolod a biciklidet. Az zavarja. Az első tanítványom, az egyik tanítványom, ugye, aki most itt volt ezen a konferencián, az az Andrea. Ő amielőtt a feleségem lett volna, ő volt az egyik tanítványom a gyülekezetből. És ahogy néztem őt, ahogy 800 ember előtt beszélt, azon gondolkodtam, Istenem, milyen büszke vagyok rá, hiszen ő az egyik szellemi gyermekem. Nekem fontos őt látni így is. Nekem nem szabad csak úgy látnom, mint feleségem. Ő az egyik szellemi gyermekem, akit felneveltem, és az a munka, amit én belefektettem, az alkalmassá tette őt, hogy 800 ember előtt az egy idegen nyelven, amit 2014 előtt még nem is beszélt, ott legyen, imádkozom, profétáljon, tanítson, prédikáljon, és magabiztossággal. Tehát miért tudta ezt megtenni? Mert kockáztatott. Mert bátor volt. És addig, amíg nem kockáztatunk, sose tudjuk, hogy mekkora világosság van bennünk. Sose tudjuk, hogy mennyire tudnánk mi igazából világítani, hogyha gyorsabban tekerünk. Na most jöhet ez az Ézsaiás ige. Tehát az Ézsaiás azt mondja,
hogy népek jönnek a világosságodhoz, és királyok a neked feltámadt fényességhez. Azt kell mondjam, Anita, neked, hogy teljesen jó, és Isten áldjon meg, hogy ilyen szorgalmas vagy, és ennyit dolgozol, és követjük a példádat, mert aki nem akar dolgozni, ne is egyen mondja az ige. De én hiszem a te életedbe is például, Anita, most azért mondalak téged, mert pont hallottam, még a, nem volt bekapcsolva a kamera, de hallottam a beszélgetést. De tudod, tudjátok, Isten áttörést akar hozni az életünkben az anyagi részen is. Isten meg akar minket áldani, hogy ne kelljen reggeltől estig dolgoznod a hétnek, majd minden napján, hanem Isten meg akar minket áldani, ahogy Jákobot, Ábrahámot és Izsákot, hogy azt tudjuk tenni, hogy dolgozunk is, viszont marad időnk az Úrra, dolgozunk, de nem minimálbérért, hanem az Úr megáld minket anyagilag, és ennek az egyik titka egyébként pontosan ez, amiről beszélek, az Ézsaiás 63, még az 5-ös verset is, hogyha berakod nekünk, mert ez a két ige, hogyha majd megfigyelitek, a következőt mondja nekünk. Az a hármas azt mondja, hogy népek fognak jönni a világosságodhoz, tehát mondtuk, hogy a világosság az nem egyenlő a fényerővel, és a világosságodhoz népek fognak jönni. Viszont a királyok, ahol azt mondja a Biblia, hogy a neked feltámadt fényességhez, az angol úgy mondja, hogy fényerődhöz fognak jönni. És az 5-ös vers azt mondja, akkor meglátod és ragyogsz, remegsz, kiterjed a szíved, mivel hozzád fordul a tenger kincsözöne, és hozzád jő a népeknek gazdagsága. Figyelj csak, mit mond ez az Ézsaiás 3 és az 5, és ezt mondta nekem hajnalban akkor a Szent Szellem. Azt mondta Péter, ha lesz világosságod, ha van világosságod, ahhoz jönnek népek. Képes leszel megosztani velük az üdvösséget. Képes leszel behozni őket az Isten királyságába. De, hogyha a fényerőd, a fényességed megnövekszik, és elkezdesz ragyogni, akkor királyok kezdenek el hozzád jönni, de nem csak királyok, a Biblia ígérete szerint a tengernek a kincsözöne és a népeknek a gazdagsága is hozzád jön, ami azt jelenti, hogy egy szellemi és anyagi áttörés is jön a fényességed miatt. És ez Ézsaiásnak az ígérete, Ézsaiás prófétának az ígérete. Amit ez az ige rejt, először is az, hogy elkezdenek náladnál hatalmasabb emberek hozzád jönni, hogy tanítsd őket. Királyok, politikusok, tudom is én, igazgatók, menedzserek, külön befolyással bíró emberek, a pop szakmából emberek, a sport szakmából emberek, olyan emberek, akik náladnál magasabb pozícióban vannak, mert azt mondja, királyok jönnek, de nem a világosságodhoz, a fényerődhöz, a fényességethez. Tehát először is az egyik jele, hogy elkezdenek náladnál okosabb, értsd jól, és magasabban kvalifikált emberek pozícióval, befolyással hozzád jönni. Ez az, amit mi az Andival nagyon erősen tapasztalunk. Ügyvédek, orvosok, bankárok ülnek az előadásainkon, hallgatnak minket, kérnek tőlünk tanácsot, fogadják az utasításainkat. Zoli, te láttad, hogyha csak annyit mondunk, szeretném, hogyha az így lenne, fölugrik egy orvos, aki a kijelzőt kezelte, ő egy orvos. És ő úgy futkározik nekünk, úgy szolgál nekünk, mintha tudom is én kik lennék, de nem nekünk futkározik, és mi nem használjuk ezt ki természetesen, mert tudjuk, hogy minek szól ez a rajtunk levő világosságnak, mert rajtunk keresztül Isten szolgálja, de úgy tudja Isten szolgálni, hogy látja rajtunk a világosságnak az erejét, a fény erőt, a fénynek azt a hatalmasabb erejét. Ezért azt mondja a Biblia, majd a királyok jönnek hozzád, és a tengernek a kincsözöne, és a népeknek a gazdagsága hozzád jön.
Tehát ezt miért kezdtem el mondani, és miért mondtam az Anitát példának? Én hiszek abban, hogy az Anita például egy ilyen ember, aki, hogyha elkezd világítani jobban, ha megérti, hogy mi az ő elhívása, ha megérti, hogy ki ő Krisztusban, ha megérti, hogy tud nagyobb világosságot generálni, akkor nem fog ebben az élethelyzetben maradni. Nem kell neki ma reggeltől estig dolgozni ennyi pénzért, hanem dolgozik fele annyit, kétszer annyi pénzért. És azok, akiknek most dolgozik, majd elmennek hozzá tanácsot kérni, és majd azt mondják, mondd meg nekünk, hogy mit csináljunk mi is. Én ezt írja az Ézsaiás igéje. És ezt mondta nekem az Úr, hogy világosság és fényesség között, fényerő között különbség van. A példabeszédek 4.18-at, hogyha be tudod ide vágni még, Zoli, azt mondja a Biblia, hogy láttál-e már az ő dolgában szorgalmas embert? Nem fog megmaradni az alacsony rendűek között. Tehát azt mondja ez az ige, hogy az nem marad meg az alacsony rendűek között, aki szorgalmas, és ez a szorgalom meg fogja változtatni az ő státuszát a társadalomban. A másik ige, tehát az eredeti héber azt próbálja mondani, hogy nem marad meg az alacsony rendűek között. Képzeljétek el, azt mondja ott az igazi héber, hogy nem marad meg azok között, akiknek alacsony a fényerejük. Tehát azt mondja ez az ige, hogy ha valaki szorgalmas az ő dolgában, nem tud megmaradni majd azok között, az emberek között, akik alacsony fényerejűek, hanem fel fog emelkedni, meg fog állni királyok előtt. Salamon is látta ezt, hogy vannak emberek alacsony fénnyel, és vannak emberek magasabb fényerővel. És a legkönnyebb azt mondani, Istenre hárítani a felelősséget, és azt mondani, Uram, tehát nekem ennyi fényt adtál, így küldték ki a mennyből, és az apostol Tominak több fényt adtál, ő több fényel küldett ki a mennyből, csak hogy ne felejtsétek el a dinamót. A fényednek az erőssége, ami ez ennek a királyok, az attól függ, mennyire keményen tekersz. Mert a megváltás, az üdvösség az ingyen volt, az egy alapcsomagunk, amit Jézus Krisztus által megkaptunk, amihez soha nem lettünk volna elég jók, soha nem tudtunk volna eleget dolgozni érte, viszont a fényerődért azért te fogsz dolgozni, azért nem Jézus fog dolgozni. Azért te fogsz dolgozni. Mi történik? Én hiszem, hogy például az Andinak, feleségemnek az elhívása, most csak azért mondom őt, mert ő az egyik szellemi gyermekem, tehát az a feleségemnek az elhívása, és némelyikőtöknek itt, ebben a csoportban az elhívása nagyon magas szintű. Tehát hiszek ebbe. De miért van az, hogy jelenleg ebből a csoportból az Andi az, akinek láthatóan a világossága, a fény ereje magasabb a többinél? És ezt alázatos szívvel mondom, és ünneplem az Andit, és ő pedig nem fuvalkodik fel, ő pedig dicsőséget ad az Úrnak. Ezt mind tudjuk, de hadd válaszoljuk meg a kérdés végre. Miért van ez? Azért, mert ő bátrabb volt. Ő mert kockáztatni. És ez a kockáztatás felemelte az ő fényereit. Megváltoztatta a fényességének a státuszát. És a Biblia szerint, aki szorgalmas az ő dolgában, és bátran teker, szorgalmasan teker, felül a Pettendi útra, és teker, annak ellenére, hogy tudja, hogy beleesett az árokba, de nem érdekli, azt írja a Biblia, nem marad meg az alacsony rendűek között. Kiemelkedett közületek az Andi. Együtt indultatok, és ma mégis őt nevezitek a vezetőtöknek. Miért? Nem azért, mert az én feleségem lett. Az önmagában nem garancia semmire, az nem kvalifikálta őt semmire. Hanem az történt, én láttam. Zoli, te most láttad. Láttad, hogy milyen riszkeket teszünk. Láttad, hogy milyen kockázatok. Amikor a legutolsó dolog, amit szeretnél tenni, hogy oda előre menjél, mennél hátrafele, mennél kifele a teremből, maradnál inkább itthon.
Ő megfogta a mikrofont és ment előre. Úgy, hogy azt se tudta, mit fog mondani sokszor. Úgy kezdett el profétálni annak a családnak, akiből ördögöt űztünk, hogy hallott egy mondatot, jól mondom? Egy mondatot, azt mondta, a többit majd megadod, Uram. Ha meg nem, én akkor is csinálom. Bátorság. De a bátorság nem egyenlő azzal, és ezt kell a szótárunkba kijavítani, a bátorság nem egyenlő azzal, hogy nem félsz. A bátorság nem egyenlő azzal, hogy nem félsz. A bátorság az, amikor ott van veled szembe a félelem, ránézel, és azt mondod, tudod mit? Tudom, hogy itt vagy félelem, érzem a szagodat, érzem az ízedet, és akkor is megteszed. Az a bátorság. Akkor kell bátornak lenni. Félelem jelenléte nélkül nem kell bátornak lenned. Ha nincs jelen a félelem a szobába, akkor nem szükséges, hogy bátor legyél. Akkor csak cselekszel, mert az adott körülmények biztonságosak, mert a képességeid és az elvárások egyenlő szinten vannak. Akkor nem kell bátorság. Akkor csak végrehajtod azt, ami benned van. Mert egy szinten van az elvárás, és egy szinten van a kapacitás. Ez nem kell bátorság. Akkor kell bátorság, amikor az elvárás a szobában magasabb, mint ami a te kapacitásod. Na, akkor kell bátorság, mert a kapacitás és az elvárás közötti résbe beleül a félelem. És a bátorság az, amikor ezzel a félelemmel szembenézel, és csinálod, mész, addig, amíg fel nem nősz a szobában lévő feladathoz. Ez a bátorság. Mi úgy akarunk bátrak lenni, hogy legyőzzük előbb a félelmet, és kiűzzük a szobából, Jézus pedig soha nem így gondolt a bátorságra. Jézus azt mondta, hogy megértem, hogy félsz, megértem, hogy nem vagy benne biztos, de csináld a félelem jelenlétében. Miért mondom ezt? Mert elvárta attól, akinek egy talentuma volt, féltem, és elástam. Tehát akinek egy talentuma volt, úgy gondolkodott, mint mi ma. Azt mondta, megvárom, amíg eltűnik a félelem, megvárom, amíg rám jön az az erő, az a hatalom a mennyből, és majd ha ez megtörténik, akkor kilépek. Addig pedig elásom a talentumot, hogy legyen biztonságba. Jézus meg azt mondta, te gonosz szolga! Én soha nem mondtam neked, hogy ne csináld úgy, hogy nem félsz. Engem nem érdekel a félelmed, engem az érdekel, hogy csináltad-e vagy sem. És ha nem csináltad, én téged rest és gonosz szolgának neveznek. Tehát nem a félelemmel kellett volna foglalkozni annak a szolgának, hanem azzal, hogy mit tudok tenni, Uram, érted? A félelemnek a jelenléte nem blokkolhat le egy keresztény embert. Mert nem a félelemnek a szellemét vettük. Az azt jelenti, hogy a félelem nem paralizálhat minket. Az nem azt jelenti, hogy nem érezzük, hogy nem jön felénk, hogy nem tudjuk tapintani. Hiszen ez a lélek, ez a test, ez ebből a földből való, és ennek a része ez, hogy félünk és gondolkodunk, hogy mit tegyünk. De hogyha nem tesszük meg, ha nem lépünk ki, akkor az Úr azt mondja, gonosz és rossz szolga, nagyon jó az ige, gonosz és rossz szolga, tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, és mégis ugye ezt tetted. Mert azt mondja, azért félvén elmentem és elástam a te talentumodat a földbe, és ímé megvan, ami a tied. Tehát látjátok, hogy Jézus felháborodik, amikor az atyának a kincseit nem kamatoztatjuk, csak azért, mert félünk. Tudod az, hogy ingerelni tudod az atyát, Jézust, azáltal, hogy azt mondod, nem az, hogy figyeljétek ide, nem azért tudod ingerelni, mert félsz. Az nem probléma. Azzal tudod ingerelni, ha félsz, és ezért ebből a félelemből adódóan elásod azt, amit van a földbe. Ezzel tudod őt ingerelni. Gonosz és rossz szolga. Tudtad. És mégis ezt tetted. Példabeszéd 29. 22-29-et azt gondolom, az Oli ide berakta. Akkor már csak a 4.18-at tett be nekünk. Példabeszéd 4.18-at.
Nos, nézzük meg, hogyan tudjuk ezt a világosságot növelni. Hogyan tudjuk növelni ezt a világosságot? Mert arról beszéltünk, hogy ennek a világosságnak a növekedése életminőségi változást hoz az életedbe. A Biblia azt írja, az igazak ösvénye pedig olyan, mint a hajnal világossága, mely minél tovább halad, annál világosabb lesz a teljes délig. Tehát látjuk, hogy a Szent Szellemmel való utazás az egy lépcsőfok, az egy fokozat. Tehát ne akarj rögtön azzal kikezdeni, amivel kikezdett az Andrea, ne akar 800 ember előtt profétálni, prédikálni, ördögöt űzni, tudom is én mit csinálni. Nem erről beszélek, mielőtt megijednél, hanem lépésről lépésre a teljes délig kezdesz el menni. Kezdj el kitűzni olyan célokat, amik hozzád mértek, de mindenképpen megtornáztatnak és megemelik az elvárásaidat. Ami még egyszer mondom, nem azt jelenti, hogy vegyél róla példát, és menjél és prédikálj tömegeknek. Nem arról beszélek. Viszont kezdj el lépéseket tenni a magad erejéhez mérten, de mégis egy picivel mindig felette, ami növekedést fog neked adni. A másik fontos dolog, amit a Tomi kiegészített ehhez a tanításhoz, az pedig az, hogy a bölcsesség az, amit az írás világosságnak nevez, fényerőnek nevez. Tehát szerezz bölcsességet, fiam, mondja ugye az írás. A bölcsességnek a megszerzése. Az pedig kell, hogy kutassuk az igét, tanulmányozzuk az igét, vegyük magunkhoz a szellemi ételt, hallgassuk a tanításokat. Múltkor az egyik testvérnő hallgatta a tanítást, ami ebbe a szobába volt, ugye az egyik tanításomat, és ugye hallgatta. Az egyik jele, hogyha komolyan veszed azt, amit mondok, hogy érzelmeket fog kiváltani belőled, és dühös lett rám, mert biztos valami olyat, mit mondtam, ami úgy odavágott, vagy elvárásunkat állított. Dühös lett rám, és ahogy dühös lett rám, és hallgatja a tanítást, éppen azt mondtam, és lehet, hogy most dühös vagy rám, amiért ezt mondom, és ahogy ezt mondtam, elkezdett nevetni, és azt mondtam, uram, jó, akkor mindent látsz, mert pontosan akkor mondtam ezt, amikor ő valóban dühös lett. Tehát az, hogyha dühös vagy, az rendben van, azzal nincsen baj. Mert az azt jelenti, hogy komolyan veszed, amit hallasz. Akkor nem vagy dühös valamire, vagy örülsz valaminek, amikor elengeded az érzelme, elengeded a füled mellett. De amikor komolyan veszel valamit, az érzelmeket fog belőled kiváltani. És a düh az is egy pozitív érzelem Isten kezébe, azzal ő már tud valamit kezdeni. Akkor már van tárgyalási alapotok. A düh, a csalódottság, a félelem, mi negatív érzelmeknek nevezzük, Jézus pedig tárgyalási alapoknak nevezi. Mert amikor dühös vagy, amikor félsz, amikor csalódott vagy, Jézusnak ezek olyan értékek benned, amivel ő le tud ülni, és tud veled foglalkozni, tud veled beszélni. Miért? Azt mondja az ige, hogy az Úr nekem bős nyelvet adott, hogy vigasztaljam azt, aki meg van fáradva, aki meg van törve, aki el van csüggedve. Hát ha el vagy csüggedve, Jézusnak a bős nyelve soha nem kell neked. Ha nem vagy elcsüggedve. Ha nem vagy elcsüggedve, soha nincs szükség egy Jézusnak a vigasztalására. Ha nem érzed a félelmet, soha nem lesz szükség bátorításra. Ha nem érzed néha a dühöt, a haragot, soha nem lesz szükséged a békességre. De amikor érzed ezeket, és nem tudsz vele mit kezdeni, akkor azt mondja Jézus, tök jó, most végre van miről beszélnünk, most végre ezek nekem tárgyalási alapok, üljünk le egy asztalhoz, és beszéljük át, miért tartasz itt, beszéljünk róla, hogy tudlak ebből téged kivezetni. Tehát ezek nem rossz érzelmek, ne ijedj meg akkor, amikor haragszol rám, mert olyat mondok, ami neked nem tetszik. Hanem örülj annak is, Uram, ez bőlem indulatot váltott ki, ez azt jelenti, hogy én a Pétert komolyan veszem. Ez azt jelenti, hogy amit ő mond, azt én komolyan gondolom.
Ha most kimegyünk az utcára, elmegyünk egy bevásárlóközpontba, oda jön hozzám egy vadidegen nő, és azt mondja, ma borzasztóan rosszul nézel ki, ránézek, kiröhögöm, és arrébb megyek. De ha oda jön a feleségem, és azt mondja, ma borzasztóan rosszul nézel ki, lehet, hogy egy vita kerekedik ki belőle, vagy lehet, hogy egy hosszabb beszélgetés, vagy lehet, hogy leülünk és elgondolkodunk. Miért? Mert az ő véleménye számít, az idegen nőnek a véleménye nem oszt, nem szoroz. Tehát akkor, amikor ezeket érzitek, hogy nyomnak a szavak, amiket mondok, az egy nagyon pozitív dolog, mert az azt jelenti, hogy komolyan veszed azt, akit hallgatsz. Tehát, hogyan fogunk világosságot, fényerőt szerezni, fény, növekedést a fényerőnkben generálni. Úgy, hogy bátrak leszünk, úgy, hogy gyakorlunk, úgy, hogy kilépünk, úgy, hogy keressük a bölcsességet. Nézzétek meg, szintén csak hallgattam a beszélgetést, mielőtt idejöttünk volna. Azt mondta talán Anita, hogy nincsen csak ez a napod, meg a vasárnapod szabad, vagy tudom, és én valami ilyesmit beszél. Igen, ez. És ezeket a napokat, ahelyett, hogy elmenne, mit tudom én, bulizni egyet, vagy csak nem tudom én hova, ezt az időt azzal tölti, hogy ül, és bölcsességet szerez. Minden normális ember, hogyha ennyit dolgozik, a kettő napból legalább egyet arra használ, ez az én napom. Ez most csak az én napom. Csak beteszem a kedvenc zenémet, csak most hallgatok valamit, rendelem a kedvenc ételemet, és csak hadd élvezzem, hadd örüljek a napnak. De mit csinál az Anita? Két napja van, abból a két napból mind a kettőt pazarolja az Úrra. Az egyiket személyes Isten tiszteleten, a másikat itt velünk a csoportba. Ez az, amiről beszélek. Így fog növekedni a világosságod. Ez az, amit a Biblia szorgalomnak nevez. Ez az, amit a Biblia azt mondja, láttál szorgalmas embert, nem marad azok között, akiknek kevés a fényük, hanem a királyok előtt fog állni. Ezért merem azt mondani, hogy az ilyen emberek, mint ő is, nem fog az alacsony rendűek között maradni. Nem fog minimálbérért dolgozni 30, 40, 50, 80, 70 órát egy héten, hanem Isten ki fogja ezeket az embereket emelni, mert nekik fontosabb a bölcsesség, fontosabb az Istennek az igazsága, mint a saját pihenésük. Na ez az, amikor növekszik a világosságod. És ezeket mondhatnám mind rátok is. Nézzétek meg az Adrit, itt ül terhesen, még ülni is nehéz ilyenkor, múltkor azt mondta. De itt ül és hallgatja a tanítást. Nézzétek meg a Brigit, a Brigi előtt majdnem egy könyvtár van. Az iskolában nem volt ennyi füzetem, meg könyvem, mint ami a Brigi előtt van. Talán az iskolában nem jegyzeteltem ennyit, mint amit ez a nő jegyzetel, vagy csak mutatja, én nem tudom, de jól játsza legalább. Tehát ez az, amiről beszélek, hogy így kell világosságot, bölcsességet szereznünk, mert a bölcsességnek a növekedése az életedbe, és annak az alkalmazása növeli a világosságodat, és a Biblia azt mondja, hogy a világosságod, a fényerődnek a növelése az a te felelősséged. Jézus adott neked egy zseblámpát, adott neked egy dinamót, és azt mondta, tessék, itt a dinamó, ez a megváltásod, ülj föl a biciklire, és tekerj, ahogy tudsz, és minél jobban tekersz, annál nagyobb fényed lesz, és annál több ember fogja meglátogatni a világosságodat, sőt, annál nagyobb gazdagság, mondja a Biblia, tudom, hogy féltek ettől a szótól, és ördögöt akartok űzni ilyenkor, de gazdagság fog jönni hozzátok, pénz! Pénz fog jönni az életetekbe, mert növekszik a világosságod, a fény erőd, nem is a világosságod, a fényességednek az ereje. Minél erősebb a fény az életedbe, annál jobban folyik hozzád, mint a tengernek a kincse, folyik hozzád az ellátás, folyik hozzád a gazdagság. És ne ijedjetek meg ettől, Istennek az akarata, hogy jólétben legyetek. Istennek az akarata, hogy ne kelljen egy olyan autóba ülnöd, amikor azon kell gondolkodnod, hogy most lerobba, eljutok-e a célig, vagy nem.
Istennek az akarata, hogyha van egy gyereked, akkor ránézel és azt mond, hogy megveszem neki azt a márkás cipőt, annak ellenére, hogy lesz olyan szemtelen, hogy kinövi egy hónap alatt. Akkor is megveszem neki. Isten akarata, hogy tudjál a gyerekedről gondoskodni, nem alapszinten, hanem tudjál róla gondoskodni úgy, ahogy a szíved meg, ahogy a szereteted megkívánná, hogy a legjobbat tud neki megvenni, hogy tud neki olyat is adni, amit most esetleg nem engednél meg. Isten ki akar ebből szabadítani. És tudod, hogy tudsz ebből kiszabadulni? Úgy, amit most csinálsz, hallgatod a tanításokat, növeled a fény erőt, mert hogy növeled a fény erőt és gyakorlatba rakod, az egyetlen dolog, ami téged meggátol ma, az a félelem. A félelem az egyetlen dolog. Zoli, add nekünk vissza az igét a talentumról. Add vissza nekünk azt az igét. Az egyetlen dolog, ami minket meggátol, a félelem. Mert azt mondja az ember, mert azért féltem, elmentem és elástam. Soha nem tudod meg, micsoda erő van a kezedbe, amíg nem teszed rá másra, és nem kezdesz el imádkozni másért. Te fogsz a legjobban meglepődni, amikor ráteszed, akkor fogsz igazán meglepődni, amikor ráteszed, és semmi nem történik. Na, ez a legjobb rész. Ilyenből is rengetegünk van nekünk. Tehát ne gondoljátok azt, hogy csak azért, mert az Andi most rátette egy emberre a kezét, és manifesztálódott, és ördögöket űzött, ne gondoljátok azt, hogy előtte nem tette rá 20 másikra, és semmi nem történt. Ne gondoljátok azt, hogy néha profétálunk, és köze nincs a valósághoz. Mindenki majd kicsúfol minket. Ó, majd aki megnézi ezt a videót, ezután majd így lekapcsolja, hogy pause, stop, stop, delete, delete, block, block. Te kit érdekel? Mert én így tudok fejlődni. Ha nem követek el hibát, ha nem esek bele a pettendi árokba, egyszer a jobb felére, egyszer a bal felére, soha nem fogok növekedni. Soha nem érek haza, soha nem érek a célomba, soha nem fog növekedni a világosságom. De nem köthetek alkut, és Jézus azt mondja, ezért nem tudtok ti növekedni, farizeusok. Mert azt a dicsőséget várjátok, amit emberektől lehet kapni. Azt a dicsőséget pedig, ami az atyától jön, megvetitek. Elmondjam, miért nagy kijelentés ez? Mert a farizeusok azt mondták, meg a Saul azt mondta, hogy mit fognak majd szólni az emberek, mi keressük azt az elismerést. De az ő elismerésük az arra épül, ha valamit jól teszel, megdicsérnek, ha valamit rosszul teszel, akkor pedig károsztatnak vagy megbélyegeznek. Ezt teszik ők. Na most az atyának az elismerése az különböző ettől. Az atya elismerése, ha valamit jól teszel, megáld, ha valamit elrontasz, mert akartál jót tenni, akkor pedig ünnepséget rendez a mennybe. Az atya ünnepli azokat, akik azért hibáznak, mert jót akar tenni. Akik azért hibáznak, mert annyira aktívak, annyira akarnak növekedni. Az atya ünnepli őket. Miért mondom ezt? Azért, mert a Máté 25-25-26 az pontosan megmutatja ennek az ellenkező oldalát. Az atya megszomorodik attól, amikor a félelem miatt elásol valamit. Rengeteg, rengeteg tudás van már most bennünk. Teret kell adni, hogy manifesztálódjon. A legnagyobb áttörések azoktól az emberektől jönnek, akik, tudod, mint amikor fölhúzod azt a, nem tudom, hogy hívják azt a bábút, és csak megy, megy. Az ilyen emberektől jönnek, nem állnak le bizonyságot tenni, nem állnak le beszélni. Emlékszem egyszer a Dávid, legelőször találkoztunk Dáviddal, itt volt Angliába. Nem emlékszem, hogy idefelé jövet, vagy hazafelé jövet, nem akarok, valamelyik esetén a repülőtéren van a Dávid, és meglát egy embert sántitod, vagy mankóval, nem emlékszem már, és mondja nekem, hogy én elmentem imádkozni érte. És így nézek a Dávidra, és azon gondolkodtam, hát oké, én nem biztos, hogy megtettem volna. Aznap tanultam valamit tőle. Ránéztem, és azt mondtam,
ez az ember kockáztat. Mert imádkozik érte, nem biztos, hogy meggyógyul. Lehet, hogy hárman, akik ott állnak, lelegyintik őt, de őt nem érdekli. Ő aznap kilépett a komfortzónából, a kényelmi zónából, és imádkozott. Na, gyorsan kinyomtattam én is utána a taktátusokat, a feleségem tudja, tettem a zsebembe bőven, és azt mondtam, uram, én is ki fogok menni az utcára, odaadom a taktátusokat az embereknek, és beszélek nekik Jézusról, én is megpróbálok valamit tenni. Olyan félős voltam, egyet sem adtam oda senkinek, de legalább ott voltak már zsebembe. Mert ugye ezt ráadásul angolul kellett volna, most azon gondolkodtam, Istenem, miért tettél ebbe az országba? Még magyarul is meggondolnám, de akkor egy angol, egy idegen nyelven, mindegy, kinyomtattam, beletettem a zsebembe, és ott is maradt a zsebembe. De a lényeg az, hogy ezek azok a dolgok, amik legalább elkezdenek mozogni benned, amikor érzed, hogy ebbe az irányba kell menned. És ennek az élő bizonyságai, itt van most közöttünk az Andi és a Zoli. A Zoli, ő nagyon biztonságosan szeret utazni. Ő nem akar, ő nem szeret, nem szeret nagyobb távokat menni. Emlékszem egyszer, ő kivitt minket a nem is tudom, akkor mentünk, jöntünk vissza Angliából, talán kivitt minket Pécsig, és amikor kiszálltunk az autóból, most azt hiszem, hánynod kellett, mert hogy igen, ugye? Tehát az Olinak egy utazás az olyan szinten megterhelő volt, és akár adott esetben tud lenni, mert ilyenkor ő neki a gyomra rossz, ilyenkor elmegy az ereje, stb. Stb. Gyerekek, az Oli egyedül fölült a repülőre, fogta magát Magyarországról, eljött Angliába. Egy olyan ember, aki Gyöngyös mellékről Pécsi kellett, hogy kivigyen minket, és Pécsen a parkolóba hánynia kellett neki. Egy olyan ember azt mondta, én kijövök. Eljött Gyöngyös mellékről Londonba. Egy olyan ember fogta magát, és elkezdett beszélgetni angolul vezetőkkel, gyülekezeti tagokkal. Ott hagytuk őt egyedül, nem foglalkoztunk, megmondtuk, Zoli, ha kijössz, szeretettel várunk, de hagyd minket békén, nekünk nincs rád időnk. Rendben lesz így? Rendben. Ott hagytuk, beszélgetett mindenkivel, a Denikkel is beszélgetett, igen, Brigi vele is beszélgetett, mellé ült, igen, írd a füzetedbe, jegyzeteld be, tehát bátor volt. De ez teljesen kimozdította a komfortzónájából. Mikor mentünk valahova, megkérdezte, oké, Péter, hol vannak itt vécék? Hol vannak a vécék? Mert felkészült arra, hogy ha hasmenésem lesz, mert teljesen így tudod, így összekeveredik benne minden az izgalom, meg stb. Hogyha hánynom kell, engem már nem érdekel az, hogy csak mondd meg, hogy hova fussak. Ennyi, amit kérdezett. Ennyi, amit ő akar tudni. Engem az sem érdekel, ha rám jön minden, főleg jöjjön rám minden, csak mutass egy helyet, ahova el tudok futni, de akkor is itt leszek. Na, ez az, amiről beszélek. Gyöngyös melléken vagyunk, Isten tisztelet, egy páran tudni fogjátok a sztorit. Az Úr azt mutatta nekem, hogy táncolni, dicsérni kell az Urat tánccal. És akkor azt mondtam, jó, én ismerek titeket, ismertem az Adrit, ismertem az Andrát, ti tudtok táncolni, nem fogtok mondom itt sumákolni, ha az ördögnek tudtatok táncolni, következő alkalomra úgy jöttök Isten tiszteletre, hoztok egy dalt, be fogjuk tenni, és itt táncolni fogtok egyedül elől. Erről van egy videóm, ahogy az Adri táncol az Úrnak, és teljesen egyedül. Mindenki más azt mondaná, hogy elment az eszünk, milyen magamutogatók vagyunk. Nem, ő szolgált, kilépett a komfortzónájából. Na most a feleségem is megtette egy másik alkalommal. Nyári istentisztelen van, az Andi táncol, mert ugye jön a zene, előre jön, köszönti a testvéreket, elkezd táncolni, és ahogy vége van a dalnak,
Annyit nem mond, hogy köszönöm, hogy mit tudom én, nem, hogy meghallgattatok, köszönöm, hogy nem tudom, néztetek, akármi. Azt látom, hogy halkul a dal, és ahogy a dal halkul, az Andi elkezd futni az ajtó felé. Ahogy... nagyon pirom, Tabita, én nagyon pirlak téged. Szerintem már neked már megvan, hogy mi történik. Ahogy halkul a zene, és vége van a táncnak, egyébként nagyon jó táncolt szerintem, emberileg is mondom, és hiszem a mennyben nagy ünnepség volt. Brigi, Viki, Gyuri, ti ezt láttátok, Adri, Zoli, így van, teljesen jó. De ahogy halkult a zene, az Andi testvérnő rohan az ajtó felé, és én állok fel, ugye öltönybe, megadjuk a módját, megyek a szószék felé, és hát próbál, köszönteném, ünnepelném azt, ami történt, mert az Andrea engedelmes volt, kilépett a komfortzónájából. Egyébként előtte való napokban Péter, nem, ezt nem csinálom meg, nem, engem nem érdekel, nem mondom, meg kell csinálnod, ki kell lépned, nem csinálom, nem, végre beleegyezik. Tehát fölállok, hogy ünnepeljem ezt a momentumot, hogy gratuláljak, az dicsőség az Úrnak, nem akartad, és látod, megcsináltad, és látod, milyen, hogy örült az egész gyülekezet. Mennék oda, de ő eltűnt. És ahogy eltűnt, ott állok, a zenének vége, mindenki áll, és hallgat, és néz rám, én se tudom, mi történik, kiküldtem valakit, menjetek, nézzetek meg, mi történt az Andrával. Az Andrea annyira izgult, hogy kiment hányni. El tudjátok képzelni, amikor valaki eljut az engedelmességnek arra a szintjére, hogy az annyira felzaklatja, hogy fizikai tünetei lesznek, ki kell mennie hányni. De végigcsinálta. Aznap láttam, hogy az Andrában van valami, amire mindannyiunknak szüksége van. Ez az egyik oka annak, hogy ma őt ti a vezetőtöknek nevezitek. Nem az, hogy ő az én feleségem. Ezért nevezitek őt. Ott voltunk Abudzsába, Nigériába, és a vezetőket, én ugye Europe Continent Leader vagyok én is, megkérték a vezetőket, hogy vezetők, ti írtetek a Tomival, kontinens vezetők vagytok, majd lesz egy időszlot, amikor felmentek imádkozni. Angolul kellett imádkozni. Jó, rendben, mondom, rendben. Eljött az idő, én úgy eltűntem abból a teremből, elmentem föl a stúdióterembe, megbeszéltem a technikusokkal, mit hogy csináljanak, mert nem mertem imádkozni. Onnan a stúdióteremből, ami fönt van, nézek le, hallom az Andi. Oh, karababababa, in the name of Jesus! Erővel, ordítva imádkozik onnan lentről. Néztem onnan föntről, és azt mondom, igen, ez bátorság. Tanulok, én tanulok tőletek. Amit mondtam, tanultam a Dávidtól aznap. Nem is tudom, hány éve volt, mai napig emlékszek rá. Tanultam a feleségemtől, tanultam a Zolitól. Hogy mennyire nagy dolgot tett, hogy én megmondom őszintén, én nem mertem volna elindulni így. Talán még Pestig elmentem volna, de annál tovább nem mentem volna, fölülni egy repülőre, reptéren ott kavarogni. Nah. Szóval tanulok ezektől, és ez a titka, hogy jobban világítsatok. Amikor bátrak vagytok, amikor kiléptek. Ezért mondja az Isten, hogy népek jönnek a világosságot azhoz, de királyok a fényednek az erejéhez. És hadd mondjam nektek, és hadd menjem bele a szívetekbe, hadd higgyétek nekem el, amit mondani akarok most. A jelenlegi élethelyzeted reflektálja azt a fényességet, amit most van az Úrban. De ez azért nagyszerű hír, mert ha láttátok a dinamós képet, ha jobban tekersz, növekedni fog a fényed. Tehát
ez nem egy állandó helyzet. Ez egy pillanatnyi státuszod. És a Biblia azt mondja, hogy az igazaknak a világossága, ahogy beírta ide nekünk a Zoli, az igazaknak a világossága, az ahogy jársz az Úrral, az folyamatosan nő, és folyamatosan növekszik egészen a teljes délig. Tudod, mit mond neked Isten? Azt mondja az Isten, ugye az igazak ösvénye pedig olyan, mint a hajnal világossága, mert minél tovább halad, annál világosabb lesz a teljes délig. Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi élethelyzeted az nem fog lefele menni, hanem fölfele fog menni, ahogy növekszik a világosságod. A világosságodnak az ereje, a fény erő. Csak úgy demonstráljam nektek, ne, hadd dicsekedjek már lámpámmal. Látjátok a lámpámat most? Nem látjátok ti, de minden esetre lecsökkentettem a fény erejét, ezért nem látok annyira, de ahogy ezt én növelem, úgy növekszik a világosság rajtam. Annál tisztábban látok, annál több részletet látok, és annál inkább ki tudtok igazodni rajtam, és annál inkább azt tudjátok mondani, hú, de jó képű ez a Péter. Meritek kockáztatni annak ellenére, hogy a felesége itt ül, én ezt nem tenném a helyetekbe. Tehát azt akarom mondani, hogy pontosan ez történik szellemben. Szellemben az, ahol most vagy, az egy csodálatos pillanat, ünnepeljük ezt az időt, szelebrételjük, azt mondjuk dicsőség az Úrnak érted, nagy dolgokat értél már el, nagy dolgokat tettél, valamit csináltál, valami történt veletek, ami miatt most itt ültök. Mert Jézus kiválasztotta a 12-t és tanítványoknak nevezte. Nem tudom, mit csináltál, nem tudom, hogy érted el, nem tudom, hogyan, mit csináltál a titkos szobába, de valamit csináltál, amiért ma itt ülsz ezen a meetingen. Valamit csináltál. Hidd el nekem, ha nem csináltál volna, biztos vagyok benne, hogy nem lennél itt. Így kezdtük, ezzel az igével kezdtük, hogy ő választott ki, és hívott magához téged, hogy legyél disciple. Nem azért, hogy megváltást nyerjél, azért nem kellett volna, hogy ide gyere, hogy tanítványa legyél, ő kiválasztott és ide hívott. Valamit jól csináltál eddig. És én ezt ünneplem és tisztelem bennetek. De nem maradhattok így. Nem maradhattok így, mert ennél van sokkal több. Ennél van nagyobb fény. Ennél van még nagyobb sebesség azon a keskeny járdán. Csak rá kell ülnöd a biciklire, úgy, mint én Pettenden, és azt kell mondani, Uram, én most tekerni fogok, ha bele is megyek az árokba, engem nem érdekel, de kockáztatok. Azért kockáztatok, mert örülök, hogy itt vagy, örülök, hogy megváltottál, de ez, ahogy most élek, ennél van több, ennél van más, ennél van minőségibb élet. Ennél van nagyobb erő, ennél van nagyobb kenet, ennél van nagyobb gazdagság is, még egyszer mondom. És Isten akarja, hogy legyél gazdag, Isten akarja, hogy eljuss arra a pontra, amikor azt mondod, hogy Péter testvér, szeretnék neked venni egy autót. Nem fogod tudni megtenni, ha neked már amúgy nincs egy autód, amivel jársz munkába, megbízható, szép, és nincs a bankodba annyi pénz, hogy azt tud mondani, hogy tudod mit? Péter, itt egy autó. Jön a születésnapod, veszek neked egy autót. Ehhez mi kell? Nem elég a szíved, tudom, hogy vennétek nekem autót, meg házat is, meg mindent, de egy fűréretek nincsen rá. De Isten akar nektek adni gazdagságot, hogy meg tudjatok áldani másokat, hogy meg tud áldani a gyerekeidet, hogy azt, mert gyerekednek azt tud mondani, hogy gyerekem, figyelj ide, itt van egy ház, vettem neked egy házat, itt nyitottam neked egy számlát, minden hónapban teszek rá 1 milliót, hogy mire fölnősz, milliárdos legyél. Ez az az áldás, amiben Isten bele akar téged vinni, és ennek az elérése rajtad van, mert a világosság, a fényesség, a fényerő az egyenlő a te gazdagságoddal, egyenlő a szellemi és lelki gazdagságoddal, és királyok jönnek hozzád. Én valóban, én hiszek ebben, hogy királyok jönnek hozzád. Náladnál okosabb, kvalifáltabb emberek jönnek hozzád. Miért? Mert Jézus kiválasztott,
tanítványnak nevezett, és megmutatta neked az utat, hogy hogy szerez nagyobb fényerőt. Imádkozok értetek. És aztán szívem, ha akarsz mondani valamit, nyugodtan. Atyám, a Jézus Krisztus nevében hálát adok neked ezért a mai alkalomért. Köszönöm Istenem, hogy te magad hívtad el ezeket az embereket. Ide hívtad a Jánost, ide hívtad a Brigit, ide hívtad az Anitát, a Tabitát, a Vikit, a Gyurit, a Zolit, az Adrit, a Sárát, a Beát, a Dávidot és az Abigélt. Te hívtad őket, néven szólítottad őket, hogy jöjjenek hozzád és legyenek neked tanítványaid. Uram, ez azt is jelenti, hogy ha tanítványaid lesznek, nekik növekedniük kell egészen a teljes délig a világosságban. Istenem, imádkozom, hogy nem azért imádkozom, hogy szabaduljanak meg a félelemtől, Atyám, hanem azért imádkozom, hogy tanulják meg uralni a félelmet, mert az Isten nem megszabadít a félelemtől, hanem megtanít téged leuralni a félelmet. Mert nem azt mondtad, Uram, nem azt mondtad Ádámnak és Évának, hogy szabadítsd meg a földet, hanem azt mondtad, hajtsad uralmad alá a földet. És addigra már a földön jelen volt a félelem. Jelen volt a félelem a démonok által, jelen volt a félelem a bukottság által. Ott volt a félelem a földön, és nem azt mondtad, Uram, Ádámnak és Évának, hogy szabadítsd meg a félelemtől a földet, azt mondtad, uralkodjál. Uralkodjál. Uram, imádkozom azért, hogy az én testvéreim, testvérnőim nem megszabadulni akarjanak a félelemtől, hanem uralkodni rajta, hogy a félelemnek a jelenlétében, az ellenségnek a jelenlétében terítsen nekik asztalt, és az ellenség jelenlétében egyenek, ahogy Dávid mondta. Mert Dávid megtanulta, Uram, hogy az ellenségnek a jelenlétében kell asztalt terítve enni, mert ez szerez neked dicsőséget. Uram, a félelem az egyik ellenségünk, ezért azért imádkozom most, hogy ennek a jelenlétében hadd terítsünk asztalt, hadd együnk, hadd ünnepeljünk, Uram. Mert nem megszabadítani akarsz minket a félelemtől, hanem azt akarod, hogy tudjunk rajta uralkodni. Atyám, köszönöm neked ezt a kegyelmet, imádkozom, és előhívom ezt az uralkodó szellemiséget az én testvéreimből, előhívom, Uram, ezt a Szent Szellem által egybe kovácsolt szellemet, hogy ez most menjen, áradjon bele az ő lelkükbe, hogy mennyei bátorság töltse el őket, Uram, de ugyanakkor a félelem maradjon jelen, de tudják, Uram, rá, tudják nézni a félelmet, és tudják azt mondani a félelemnek, hogy akkor is megteszem. Uram, hozd őket olyan helyzetbe, ahol a szobának az elvárása magasabb, mint az ő készségük, és ezért félelem jelenik meg a két szintkülönbség között, de a bátorsággal ezt a lépést meg tudják tenni. Növeld az ő világosságukat, növeld az ő világosságukat. Mert a te orcádnak a fénye világítson, Uram, rájuk, de orcádnak a fénye, Uram, adjon nekik jó előmenetelt. Uram, imádkozom, hogy hozzanak olyan döntéseket, mert Uram, amikor rájöttem a biciklire Pettenden, és tekertem, minden egyes pedál tekerés nagyobb világosságot hozott. Nem volt elég egy nagy tekerés, nem volt elég két nagy tekerés, hanem folyamatosan kellett tekernem, folyamatosan kellett energia ehhez. Ezért tudom, imádkozom, hogy ne egy nagy dobásba gondolkodjanak az én testvéreim, hanem egy folyamatos, megerőltetett életmódba a te szellemedben. Megerőltetett imádságok, megerőltetett igetanulmányozások, megerőltetett evangélizálások, megerőltetett jó cselekedetek, megerőltetett adakozások, megerőltetett böjtölések. Ezekben legyenek foglalatosak az én testvéreim, hogy növekedni tudjanak a világosságba. Hadd növekedjenek, Uram! Hadd növekedjen az ő fényerejük! Hadd jöjjenek királyok hozzá! Hadd jöjjenek, Uram, gazdagságok ő hozzájuk, Uram! A Jézus Krisztusnak a nevében! Hadd legyenek az ő gyerekeik áldottak! Hadd legyen az ő családjuk áldott! Mert hiszem, Uram, hogy a megfelelő fényerővel visszaküldöd őket a családjaikba, hogy kimentsék őket a sötétségből, hogy kihozzák őket a sötétségből. A Jézus Krisztusnak a nevében. Atyám, én megáldom őket, és ünneplem azt, hogy eljutottak eddig, de Atyám, arra kérlek,
hogy te, aki elkezdted bennük a munkálást, elkezdted bennük ezt a csodálatos munkát, ünnepellek, mert megvan írva, hogy nem fogod abba hagyni, amíg nem végzed be. Atyám, én hiszek ennek az igének, és ennek az igének az erejét kiprofétálom erre a csoportra, hogy a munka nem áll meg, a munka nem fejeződik be, hanem a világosság növekedni, növekedni és növekedni fog, a fényerő növekedni fog, Atyám, a Jézus Krisztusnak a nevében. Atyám, én megáldom ezeket az embereket a növekedéssel. Megáldom, Atyám, őket, hogy erősödjenek és növekedjenek a világosságban, Atyám. És Uram, külön megáldom most az Anitát, akinek hallottam okkal, hiszem azt a beszélgetését itt a csoportban, és Uram, hiszem, és profétálok, Uram, az ő életébe, hogy az az életszínvonal, és az, ahol ő tart, Uram, az nem egy állandó időszak, és hiszem, Uram, az Úr azt mondja neked, Anita, hogy az az életszínvonal, és az, amiben most vagy, az egy átmeneti időszak, azt mondja neked az Úr, hogy a te jövőd, az, aki te vagy, az sokkal magasabb ennél, és sokkal világosabb. A te jövőd sokkal világosabb, mint azt te, hogy most látod, mint azt te, hogy te most el tudod képzelni. De az Úr azt mondja neked, hogy világosságból világosságba, dicsőségből dicsőségbe foglak vezetni téged. Látom, hogy az Úr azt mondja neked, hogy ne félj, mert biztonságban fogod felnevelni, és bölcsen fogod felnevelni a gyermekeidet. Látom, hogy az Úr újra megáldja a te családi életedet, és az Úr hoz neked reménységet és világosságot a családnak a területére. Újra látom, az Úr felemel téged, és örömöt ad neked, visszaviszi az örömöt a te életedbe, és hogy is mondják, restaurálja a te békességedet. Uram, megáldjuk ebben az Anitát, és imádkozom, Uram, azért is, hogy amit ő most még nem lát magáról, Uram, azt mi már látjuk. Uram, hiszem, hogy a királyságban ő egy tanító tud majd lenni, hiszem, hogy a királyságban egy olyan ember tud lenni, aki más embereket vezet és tanít. Uram, látom az Anitán ezt az elhívást, látom az Anitán, Uram, ezt a tanácsoló, tanító elhívást, amikor tanácsolni és tanítani tud majd másokat, Uram, mert feltöltődött bölcsességgel, mert első helyre tette a tudományt, ezért a tudomány is első helyre fogja tenni őt. Uram, profétálok az Anita életébe, hogy a tudomány, a bölcsesség, az Isten szerint való bölcsesség emelje ki őt az alacsony rendűek közül, és hozzon változást az ő életébe. És látom, Anita, sokszor aggodalom van a szívedbe, és félelem a te jövőddel kapcsolatban, azzal, hogy mit fogok csinálni, hogyan fogok csinálni, hol legyek, mit legyek. Látom, hogy sokszor aggodás van abban, hogy Uram, milyenek az élet körülményeim, hogyan élek most, de azt mondja az Úr, hogy akkor tudok felépíteni valamit, akkor tudok én építeni valamit, ha előtte le van rombolva. És azt mondja neked az Úr, hogy leromboltam a te életedet egészen az alapokig. Romokba hever a te életed, de azért hever romokba, mert az, ahogy fel volt épülve, az nem volt tökéletes. Azt mondja az Úr, lányom, azért romboltam, azért engedtem meg, hogy az életed lerombolódjon, mert láttam a dolgokat, téglákat, láttam köveket, amik nem voltak stabilak, és hogyha arra építettél volna, akkor jött volna a szél, jött volna az eső, és összeomlott volna, és nagyobb lett volna a romlása annak a háznak. De azt mondja az Úr, engedd meg, hogy felépítselek most ebből a romos állapotból, hogy minden kő a helyére kerüljön. Engedd meg, hogy én építselek fel téged, és egy erős épületté tegyelek. Egy olyan épületté, aminek nem árt a vihar, aminek nem árt a szél, aminek nem árt az eső. Mert amit az Úr épít, az tökéletes lesz és erős lesz. És ezt az épülést látom az a te életedben. Látom, hogy az Úr, mint építő mester ott van az életedben, és minden nap egy-egy újabb követ helyez el az életedbe, addig, amíg tökéletes, erős épületté leszel. És azt meg van írva, hogy a második háznak a dicsősége nagyobb az elsőnél. Azt mondja az Úr, hogyha azt gondolod, hogy a te életed jó volt eddig, jó volt a múltban, ha azt gondolod, hogy az jó volt, azt mondja az Úr, figyelj engem, ahogy felépítelek téged másodszor. Figyelj engem, ahogy felépítem a te életedet ebben a szezonban, ebben az időszakban. Sokkal nagyobb lesz a dicsősége, mint ami a te múltban
múltadban volt. Azt mondja az Úr, nézz vissza a múltadba, és azt látod, hogy az dicsőséges volt, hogy az jó volt. Hallom, amikor sokszor gondolkodsz, és azt mondod, Uram, nekem volt jó életem, nekem volt jó időszakom az életemben, azt mondja az Úr, én olyan időszakot hozok az életedbe, olyan jövőt adok, hogy a régiek, azt mondja, meg sem említetnek. Azt fogod mondani, hogy a régiek nem is hasonlóak ahhoz a jósághoz, ahhoz a nagysághoz, ahhoz a dicsőséghez, ahhoz a gazdagsághoz, ahhoz az áldáshoz, amiket most tapasztalok. És Uram, ezt a szakaszt profétálok az Anita életére, és megnyitom ezt a szakaszt profétikusan. Megnyitom, Uram, a szellemvilágba az ő prosperálását, az ő építkezését, minden kő, Uram, minden nap ő erősebb és dicsőségesebb lesz, erősödni fog benned, Uram, ahogy megvan írva Jézus Krisztusról, hogy ő pedig erősödött lélekben, és növekedett, és gyarapodott az ő testének állapotába. Uram, ugyanígy az Anita növekedni fog az ő szellemében, növekedni fog az ő fényerejében, az ő világosságában, és Uram, ez a növekedés látható lesz, és fizikai manifestációi lesznek. És Uram, imádkozok azért is, hogy és kimondom, hogy az ördögnek a hazugsága az, hogy ő nem neveli bölcsen az ő gyermekeit, hogy az ördögnek a hazugsága, hogy nem tud nekik biztonságot adni, mert látom, Uram, hogy ő egy olyan anya lesz, aki biztonságba és üdvösségbe vezeti az ő családját, a Jézus Krisztusnak a nevében. Uram, hogy az ő félelmei nem valósak, mert te, Atyám, egy olyan szülő vagy az ő életében, aki megtanított, hogy milyen egy igazi atya, aki megtanított, hogy milyen egy igazi apa valakinek az életébe, ezért, Uram, ő is ebből a szeretetből tudja majd felnevelni és tanítani az ő gyermekét, Uram, a Jézus Krisztusnak a nevében, Atyám, megáldom őt ezzel, Jézus nevében, Uram. Amen és amen, és adom az audiót neked. Már az elején akartam érted imádkozni, Anita, az alkalomnak, mert kaptam rólad egy igét, 2 Korintus 4.9, és nagyon érzem, hogy az Isten azt mondja neked, hogy kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Nyomorgattatunk, de meg nem szorítatunk. Üldöztetünk, de el nem hagyatunk. Tiportatunk, de el nem veszünk. Mindenkor testünkben hordozzuk az Úr Jézus halálát, hogy a Jézusnak élete is látható legyen a mi testünkben. És nagyon éreztem, hogy szinte egy ilyen halál folyamaton mész keresztül, úgy érzed, hogy meghalsz önmagadnak, és úgy érzed, hogy elmegy, szinte kimegy belőled az élet, de érzem, hogy az Istennek a szelleme azt mondja, hogy valami teljesen újat készít neked az életedbe, és azt mondja neked az Úr, hogy hagytalak kétségeskedni, de nem foglak hagyni kétségbe esni. Hagytalak szorongattatni, de nem foglak hagyni nyomorgattatni. Hagytalak üldöztetni, de sose foglak elhagyni. Hagytalak tiportatni, de sose foglak téged elveszteni. Úgyhogy érzem az Istennek a jelenlétét, nem tudom, hogy mi mész keresztül, de nagyon érzem, hogy ez az időszak ez nagyon meghatározó lesz, mert szinte érzem a szülési fájdalmakat, a testedben, de hiszem, hogy az Úr egy teljesen új Anitát fogsz megszülni. Tudom, hogy újjászületted vagy, de az, akit az Isten lát, az te saját magad fogod megszülni, és ez egy halál folyamat először, de hordozott Krisztusnak az életét saját magadban, a tested, majd meg fogod látni magadat, azt az Anitát, akit az Isten tervezett, a sok fájdalmon, sok keserűségen keresztül, és az Úr vissza fogja neked adni az örömet, az Úr vissza fogja neked adni a vidámságot, az Úr vissza fogja, látom, hogy újra festi az Úr a te arcodat, és szinte látom, ahogy a szomorúság lejön rólad, de minden időszaknak megvan a miértje, minden időszaknak és busulásnak megvan a gyümölcse, és ez az időszak sem gyümölcstelen, ez az időszak sem gyökértelen. Azt mondja neked az Úr, hogy ebben az időszakban látom, hogy a könnyeid áztatják magad körül a területet, és látom, hogy nagyon erősen lemennek a gyökerek mélyre ebben a földbe. És azt mondja az Úrnak a szelleme neked, Anita, hogy voltak időszakok, amikor azt érezted, hogy hogy az életnek a hullámjait téged eldobtak messzire tőle. Látom, hogy voltak életszakaszok az életedben, amikor
Szinte eltávolodtál az úrtól, és látom a félelmet a szívedben, hogy Uram, nem akarok még egy olyan időszakot, amikor távol leszek tőled, de azt mondja az Úrnak a szelleme, hogy nincs olyan hullám, nincs olyan tűz, ami téged el fog választani az ő szeretetétől. Látom, hogy belemetszett téged az ő karjába, és nem kell félned attól, amin keresztül mész, hogy az távol vinne tőle, nem, inkább belevisz téged mélyen az ő szívébe, és meg fogsz érteni, és olyan dolgokat fogsz megtapasztalni ebben az időszakban, amiket nem értettél. Amikor olvasni fogod az igét, olyan mélyre fog téged vinni az Istenek a szelleme, amilyen mélyre nem tudod vinni, mert ehhez egy megtört szív kell, azt mondja az Úr. Tehát ne félj a te megtört szívettől, ne próbálj elfutni a te megtört szívettől. Az Isten az ő ajándékát megtört edényekbe helyezte, az Isten az ő titkát cserép edényekbe helyezte, és látom, hogy a testedet úgy mutatja az Isten, mint egy cserépedény. Látom, hogy az Isten az ő kezével megfogja ezt a cserépedényt, és összetöri, hogy megérts és meglásd, hogy mindegy, hogy mennyire törött vagy, az Istennek az ereje és az Istennek a hatalmasága képes ezt a cserépedényt újra és újra és újra és újra összerakni, és hogy ne félj ettől az összerakástól, ne félj az újrakezdéstől. Látom, hogy nem egyszer kezdted újra az életedet. Látom, hogy az Isten szinte ebben az időszakban egy olyan kapcsolatért, látok egy kapcsolatot az életedben, ami régi volt, de látom, ahogy szinte elváltál attól a kapcsolattól, még mindig vannak sebek rajtad, és az Úr szinte újra balzsamoz téged belülről, és látom, hogy az Isten tanít téged, de hogy hiszem, hogy ahogyan újra rak téged, és újra kezdesz, az Isten ad neked mindig új erőt az újrakezdéshez, hogy újra higgyél, hogy újra bízzál benne. És ne félj, mert az Úr nagyra bízott téged, Anita, látok könyveket a kezedbe. Látok egy könyvet a kezedbe, aminek az a címe, hogy a könnyek könyve. És látom, ahogy leírod ezt az utadat, és hogy tényleg azt látom, hogy könnycseppek vannak a könyvben, és hogy az a címe, hogy a könnyek könyve, és hogy ez a te életutad, az egy önmagában egy tanítás, és ahogy te ezt fel fogod tárni, és eljön az idő, amikor megengeded, hogy az Isten föltárjon téged, mint egy könyvet, és le fogod írni a nagyon mély élet részeidet ebben a könyvben, és látom, ahogy Pál mondja, hogy nekem nincs mivel dicsekednem, csak az én gyengeségeimmel. Látom, hogy sokszor így visszanézel az életedbe, és azt mondod, Uram, annyi minden rossz történt, annyi minden van, amit takargathatnék, de az Úr azt mondja, hogy én ezeket fogom felhasználni ahhoz, hogy azokat az embereket, akiket én elrejtettem, akik elvetettek, ezeket fogod te magadhoz húzni, mert azokat a gyengeségeket, amiket elhitetett az ellenség veled, hogy nem fogod tudni használni, hogy neked takargatni kell, azt fogja az Isten felemelni azokat a dolgokat az életed, Uram. Köszönöm az Anitát, megáldjuk őt, Uram. Elrejtjük Köszönöm. őt, Uram, a te szárnyaid alá, Uram. Köszönjük ezt az időszakot, Uram. Hálát adunk, Uram, az ő szívéért, Uram. Hálát adunk, Uram, ezért a megtört edényért, Uram. Köszönjük, Uram, hogy a te erőted, Uram, a te kenetedet, Uram, ilyen megtört cserépedényekbe helyezted, Uram. Azért, Uram, hogy ki tudjon folyni, Uram, hogy ki tudjon, Uram, menni, Uram, az utcákra, hogy ki tudjon menni, Uram, a közvetlen környezetébe, Uram. Köszönöm az Anitának a megtört szívét, Uram, mert ezen keresztül, Uram, a te szellemed sokkal könnyebben tud szólni, Uram. Ezen keresztül meg fogja hallani, Uram, a te suttogó szavadat, Uram, mert amikor megtört a szívünk, Uram, meg tudunk hallani, Uram, egy szélbe, Uram, meg tudsz hozzánk beszélni, Uram, egy lehulló falevélbe, Uram. Tudsz hozzánk beszélni, Uram, egy elhulló virágszálba, Uram. Tudsz hozzánk beszélni, Uram, a felkelő napba, Uram. Köszönöm, Uram, hogy mindenből és mindenkor szólni fogsz hozzá, Uram, azért, mert az ő szíve megtört előtted, Uram. Hálát adunk, Uram, ezért az időszakért, Uram. És elrejtjük őt, Uram, ebben az időszakban, Uram. És kijelentjük, Uram, hogy ő a te gyermeked, Uram. Semmi nem fogja elválasztani őt, Uram, Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Ámen, köszönöm. Én egyszerűen, én már mondtam azt a múltkor a Péternek, hogy én nem tudok megszólalni. Nekem van egy olyan félelmem, hogy nem tudok megszólalni az életemmel kapcsolatban, és hiszem, hogy egy szép nap, ezek a dolgok így el tudom mondani, és ami bátorítás, hogy tényleg nagyon sok mindenem mentem keresztül, gyors leszek,
a családom véget, az alkoholizmus, a pia, a tesóm, akkor én a sok csalódás, soha nem mondtam ki még életemben a három abortusz, tehát nagyon sok mindenből hozott helyre az Úr, a folyamatosan, hogy folyamatosan bántanak, és akkor minden nap meg kell maradnom szeretetben, mert tudom, hogy az Úr adja az erőt, hogy megmaradja, folyamatosan támogatom az embereket, ha bántanak is, meg elmebetegnek neveznek, és ezek mind így vannak, és nagyon köszönöm a bátorítást az Úrnak, mert tudtam, hogy nem fogja ezt így hagyni, hogy én visszaessek abba az állapotba, amiben voltam. Amen. Dicsőség az Úrnak. Dicsőség az Úrnak. Igen, nagyon erős egyébként. Azt vettem észre, hogy nagyon hasonlókat kap profétált az Úr az Andin keresztül, meg amit én is kaptam, és hiszem, hogy az Úr újraépít téged, újra rak, újra felépít, és okkal történik minden. Nézd, azt mondja az írás úgy próbál minket tanítani, hogy ugye a kenet az nem folyik ki addig az edényből, amíg nincsen összetörve. Tehát az mindig benne marad a pohárba, amíg nincs összetörve, és azt látom, hogy az Úr ezt teszi veled, összetör téged teljesen, hogy az, ami benned van, az tudjon végre kifolyni. És az Andi könyvet látott, az, hogy könyvet írsz, én pedig azt láttam, én is azt láttam, hogy én nem könyvet láttam, azt láttam, hogy Isten használni fog arra, hogy tanácsoljál, tanítsál embereket. Na, kap, igen, ez van. Kaptad már, dicsőség az Úrnak. Tehát hiszem, Amen. hogy az, amin keresztül mész, tudod, egy valamit, ezt mondom mindenkinek, biztos ti is tudjátok, hogy Isten soha nem tékozol. Amikor a maradék kenyerek voltak, azt mondta, hogy vegyétek fel. Tehát az az időszak, ami velünk történik egy gyárban, egy utcán, egy iskolában, azok az évek nem mennek a semmibe, azokat az éveket Isten egyszer csak megfogja, és olyan bölcsességet, olyan tanítást fog belőle adni, hogy leülsz, elkezdesz emberekhez beszélni, és nem tudod, honnan jön a bölcsesség, mert csak visszaemlékezel a múltadra, hogy mi történt veled, hogy történt, és hirtelen, amit addig sötétségnek láttál, azt fogod mondani, hogy ezek a sötétség kincsei. Tehát a múltadnak, amit most, a múltadnak a gyötrődéseinek nevezel, kudarcoknak nevezel, amikre azt mondod, hogy failure, bukás, kudarc, gyalázat, sátán, átok, hiba, hiba, hiba. Egy nap Isten, amikor vége van annak a szakasznak, egy nap Isten a kezedbe adja, és azt mondja, te ezt mind annak nevezted, én viszont kiszedtem abból az időszakból a kincseket. És ezek a sötétség kincsei, amiket most ideadok a kezedbe a sötétség ereje nélkül, de ezek a sötétség kincsei. És el tudod mondani, nézzétek, én velem ez történt. És ebből ezt tanította nekem az Isten is. Ezek a kincsek, amiket. És az emberek énvezni fogják a kincseket, de te tudni fogod, hogy ezek a kincsek neked mennyibe kerültek. És ez az, amit az Andi és én láttunk az Anita életébe, hogy ezt az Úr fel fogja használni, és hiszem, hogy azért adott egy egész csapatot köré most az Úr. Én nagyon hiszek abban, hogy ez nem egy közönséges csapat. Én azt érzem, hogy azok, akik mi itt vagyunk, én nem látlak titeket közönséges embereknek, én valóban tanítványoknak látlak titeket, és hiszem, hogy azért vagyunk itt, mert valami rendkívülit fogunk elérni a királyságban. Valami rendkívülit fogunk tenni, és az életünk gyökeresen meg fog változni. Bárcsak lenne olyan erőm, hogy most előrébb viszlek titeket az időben, és azt mondom nektek, na erről beszéltem, de ezt most el kell hinnetek. De ha nem is hiszitek, azt rendben, nézzétek meg az Andi életét. Azért mondom az Andit, mert ő egy volt közületek, egyik volt az egyik tanítvány volt, aki most ugyanígy ült itt és hallgatott engem. Nézzétek meg most hol van, hogy hova emelte az Úr, és ez még mindig csak a fényerőnek az egy picike része, ennél még mindig nagyobb jön. Ennél még mindig nagyobb jön, mert az, ne felejtsétek el, Jézusnak az egyik alaptermészete, hogy a jót mindig a végére hagyja. Tehát
amikor azt gondoljuk, hogy megittasodtunk az élettől, hogy ez jó bor volt, hogy ez így most teljesen jó, és ezt csinálja a világ, ugye a világi szokás, hogy a jó jön először, de aztán jön Jézus, és akkor, amikor már azt érezzük, hogy lement az életünknek egy ideje, amikor azt érezzük, hogy már úgy csináltunk dolgokat, és most úgy mennek kifele a lehetőségek, és akkor most jön az az időszak, amikor, tudjátok, lefele megyünk, meg nyugi van, meg tudom is én, jön Jézus, és elkezd pazarolni ránk. Elkezd ránk pazarolni álmokat, kijelentéseket, látomásokat, ötleteket, kapcsolatokat, elvisz helyekre, megismersz embereket, meglátogatnak angyalok, meg bemegy Jézus a szobádba, beszél veled, tehát a jó bort a végére hagyja. És én azt érzem, hogy ez az, amit meg fogunk tapasztalni, hogy jön a jó bor. Uram, én profétálok Jézus nevében, hogy jön a jó bor. Uram, jön az a fajta Jézus, akin megdöbbennek az emberek, hogy lehet az, hogy amikor már mindenki részeg, amikor már nem is éreznénk az ízeket, amikor már minden mindegy, te akkor jössz elő a legjobban. Uram, köszönöm, hogy mi már mindent feladtunk, minket már semmi nem érdekelt, mi már azt mondtuk, hát ennyi az élet, ilyen az életünk, mit tudunk tenni, mikor elvesztettünk minden reményt, mikor elvesztettük a saját identitásunkat, te akkor jössz a legjobb borral, és megajándékozol minket, Atyám, ezt a Jézust profétálom erre a csoportra, ismerjék meg ezt a Jézust, Atyám. Hadd ünnepeljék ezt a Jézust, és hadd döbbenjenek meg az Istennek a fián, hadd sokkolja le őket, hogy micsoda jólétbe, micsoda áldásba fogod őket vezetni. Atyám, ünneplem azt a napot, amikor ezek az emberek majd hozzám jönnek, és azt mondják, igazad volt, Péter, nézd meg, hol tartok most. És tudom, hogy ez meg fog történni egy nap. A Jézus Krisztus nevében. És köszönöm, Uram, hogy ez fel van véve, és ezt majd meg tudom nekik mutatni. Amen és amen. Amen. Dicsőség az Úrnak. Örülök, hogy itt voltatok. Ha van bármi kérdésetek, ne tartsátok magatokba. Parancsolj, Gyuri! Nekem kérdésem nincs, csak két dolog van, amit szeretnék megjegyezni. Az egyik az, hogy nagyon büszke vagyok rátok, és nagyon fantasztikus volt az egész alkalom. Végignéztük, végigimádkoztunk, értetek. Dicsőség az Úrnak, nagyon-nagyon fantasztikus, amit csináltatok. Nagyon büszke vagyok rátok, és a Viki is nagyon. Így van. De jó. A másik pedig az, hogy ez a tanítás, ez fantasztikus volt, rólam szólt az elejétől a végéig. Dicsőség az Úrnak. Dicsőség az Úrnak. Amen. De jó. Köszönöm. Örülök a hozzászólásodnak. Köszönöm szépen. Nagyon kedves vagy. És nagyon őszinte, mert hiszem, hogy valamit mondtál, az így van, hogy az Úr szólt hozzá. Dicsőség az Úrnak ezért. Amen. Amen. Jó. Nekem is van egy dolog. Parancsolj. Nem tudtam miért. Végig, mielőtt elkezdett volna az alkalom, én izgultam. De olyan izgalom, az az izgulás, mint amikor tudom, mész érettségizni, és szinte már izzadsz. És az volt a durva, hogy miközben beszéltél, és miközben tanítottál minket, akkor is végig izgultam, kísértem, hogy izgulok. Nagyon durva. Ne, köszönjük. Érdekes egyébként, Tabita, mert amikor a kockáztatásról beszéltem, hogy kockáztatni kell és riszket tenni, nagyon erősen a szívembe voltál. Emlékszem, hogy így, amikor arról volt szó, hogy kockáztatni kell, így nagyon néztelek téged, nem mondtam semmit, csak, és nem tudom ezt hova tenni most sem egyébként, csak figyeljetek, imádkozzatok, hogy mit akar az Úr veletek, milyen irányba akar vinni. Fogalmam sincs, még egyszer mondom, ez csak egy ilyen erős érzés volt bennem, ahogy erről beszéltem, éreztem, hogy ez feléd nagyon szól, férjed felé és feléd, de hiszem, hogy az Úr majd vezet titeket ebbe is, és tovább visz ebben. Igen. Oké, rendben. Dicsőség az Úrnak. Parancsolj, Sára!
Én csak annyit szeretnék hozzászólni egyébként, hogy nem is tudom, ez a konferenciai alkalom is annyira valamilyen visszajelzés számunkra, vagy nem is tudom, mert annyi minden történt az elmúlt pár hónapban, hogy pont Tabinak mondtam ma, hogy ez a konferencia, mondom, emlékszel, erről beszéltünk pár hete, hogy Isten, hogy mennyire nyomon követi, hogy ha bármilyen kétség vagy kérdés felmerül bennünk, hogy választ ad rá, hogy nem hagyja az a levegőben lógni, hogyha tudja, hogy mennyire, hogy ez építi jellegű, hogy érdekel minket, hogy ez annyira fantasztikus volt nekem ezt így meghallani, hogy wow, hogy és ez most, hogy mondjam, nem is tudom kifejezni magam, hogy ez annyira érdekes, hogy amikor erről beszéltünk, hogy ez a, mondta Tomi, hogy a stream, hogy be kell, hogy becsatlakoztál, és hogy ez nem azt mondom, de ez egy életre szól, mármint, hogy ez egy olyan folyam, ami, tudod, amikor a hegyből jön ki a ér, és az nagyobbodik, ér, csermely, vagy nem is tudom, hogy vannak a nevek, és én hiszem azt, hogy mi ebbe kapcsolódtunk. Amen. És nagyon sokszor mondtam már, és most is szívemben van, hogy mennyire hálás vagyok. Dicsőség az Úrnak. Na hát, na hát. Sára, te voltál a másik ember, akit egyfolytában figyeltem az alkalom alatt, mert annyira látom rajtad az Úrnak a szellemét. Annyira erősen végig ott volt rajtad. Húzzatok valamit gyorsan. Azt akarom még gyorsan elmondani, hogy a konferencia előtt, Sári, tudod, írtam neked, hogy leírnád de nekem gyorsan azt az álmot, vagyis azt a látomást, amit kaptál rólunk. Annyira nagyon nagy erőt adott az a látomás, mert képzeld, tudtam, hogy az a látomás, amit megosztottál velünk kb. Olyan fél évvel ezelőtt az erre az időszakra szólt, konkrétan a konferenciára. Mert ezt csak azért mondom neked visszajelzésként, hogy nagyon-nagyon erősek a látomásaid, meg az álmaid, amióta csatlakoztál hozzánk, én nagyon-nagyon sok erőt veszek belőle. És emlékszem, hogy ez a látomás az arról szólt, hogy azt láttad, hogy nagyon messziről meglátták az emberek, hogy feltört egy ilyen olaj. És nagyon érdekes, hogy az olaj ugye az önmagában a rig az az eszköz, úgy hívják, hogy rig, az az eszköz, amivel fúrnak olajat, és belerakják a földbe, és abba szívják elő az olajat. Tehát te értetted is, hogy miről szól a látomás, tehát azt látta a Sári, hogy feltör egy olaj nagyon-nagyon messziről, annyira magasra, hogy tömegek jönnek hozzá, és először az olaj miatt jönnek, mert látják messziről, de utána, amikor már közel jönnek, azért maradnak ott, mert meglátják, hogy kik vagyunk mi, meg mit hordozunk. És tudtam, hogy ez az időszak erre szólt, mert még Tomi is nagyon megjegyezte, hogy ilyen nem nagyon szokott lenni. Ez volt az első olyan konferencia, ahol nem volt semmilyen más vendégszolgáló, csak ő és mi ketten, és eljött 800 ember, ilyen konferencián még nem volt Angliában, ahol ennyi ember összejött volna, a maximum kb. 300 ember volt, vagy 500. És tudtuk, hogy, és erről is beszélt a konferencián, hogy milyen az, amikor Istennek a kedvességébe jársz, milyen az, amikor Isten adja rád a kedvességét, az nem arról, az nem amiatt van, mert te tudsz valamit nagyon jól, az ő kedvességét azért, mert átadta, azt nem lehet megmagyarázni. Az egyszerűen, az ő adja rád, és egyszerűen nem azt nem lehet megmondani, hogy azért, mert te valamit jót csináltál, azért egyszerűen nincs rá megmagyarázat, hanem egyszerűen beleesel, belesétálsz az ő kedvességébe is. Ez, amit te láttál fél évvel ezelőtt, hogy feltört ez az olaj, én hiszem, hogy ez az a kezdet, amit te láttál, az a látomás, és hiszem, Sári, hogy
nagyon figyelned kell ezekre a belső hangokra, látomásokra, álmokra, amit tudom, hogy el is kezdtél figyelni, de nekünk nagyon sokat jelentett, mert egy konferencia előtt ez volt az az álom, amihez nagyon erősen visszanyúltam, vagy látomás, amiért tudtam, hogy egyszerűen nem kell félni. Ez az, amikor Isten kedvessége rajtad van, csak menni kell, csinálni kell, és jönni fognak az emberek, és először lehet, hogy azért jönnek, mert igen, ismerik a Tomit, és a tömegek a Tomi miatt jönnek, de egyszer csak meglátják azt is, hogy te mit hordozol, és azért maradnak utána már ott, mert esznek abból a kenyérből. Úgyhogy én is nagyon érzem rajtad Istennek a szellemét, Sári, és köszönjük, hogy minden nehézség ellenére, tudjuk, hogy nem egy könnyű időszakon mentél keresztül, minden nehézség ellenére te is itt voltál végig, itt vagy velünk, és hiszem, hogy a jutalom az jönni fog. Tehát a breakthrough-nak, a breakthrough at the door, tehát az áttörés az ajtóban áll, és hogy a jutalom az Istennek, ő meg fog téged jutalmazni ezért, én tudom, úgyhogy nagyon szépen köszönjük a megerősítés, meg a szavaidat, nagyon érezzük belőle Isten szellemét, köszönjük. És gyorsan, Sára, elmondok, volt egy látomásom veled kapcsolatban. Láttam, hogy az Úr megáll fölötted, és láttam, ahogy ráteszi a kezét, és a vízből bor lesz. És láttam, hogy ez a te életed, de az az érdekes, hogy akkor, amikor Jézus a vizet borrá változtatta, akkor azért nagyon fontos, hogy a vízből lett bor, mert egyébként a bornak 70-80% az víz. És ez azért nagyon fontos a te esetedben, mert Jézus nem semmiből teremtett bort, hanem úgy teremtett bort, hogy a víznek a 70-80%-át felhasználta, és csak ugye 20%-ba adott hozzá valamit, amit mi csodának nevezünk, mert a víz, a bor gyakorlatilag az a bor, amit felszolgáltak, az 70-80%-ba, 90%-ba is adott esetben víz maradt, mert körülbelül 1 liter borba 800-900 milliliter víz van. És azt mutatta nekem az Úr, hogy az, ami te benned van, az, ami te vagy, az annyira stabil és annyira kedves az Úrnak, hogy ebből a valamiből fog csinálni majd egy új bort, egy jó bort, amire azt fogják mondani az emberek, ilyet még nem is ízleltünk. És ez azért nagyon fontos, mert minden, ami benned van már most, ez fogja az Úr megáldani és hozzáadni azt a különös flavort, azokat a különös fűszereket, ízeket, és ez lesz a bor. De látom, hogy az Úr már most nagyon értékesnek tart téged. Látom, hogy az Úr, és ezt mutatja nekem az Úr rólad, hogy rendkívül magas értékeket képviselsz, rendkívül erős dolgok vannak benned, nagyon erős ajándékok vannak benned, nagyon erős kincsek vannak benned, a bölcsességnek a mélységei benned vannak. Ezért fogja az Úr téged megáldani egy napon, és azt mondani, hogy most ebből bor lesz. De akkor is, amikor a bor lesz, 80-90%-ban mi a sárát fogjuk látni. Mert a bornak a 80-90%-a az víz, és Jézus a vizet változtatja borrá. És azért beszél szerintem így hozzád az Úr, mert tudom, hogy te ennek utána fogsz nézni. Mert egy olyan excellent spirit van benned, hogyha hallasz valamit, te kutatod. És ez az egyik erősséged egyébként, hogy te szeretsz mélyre kutatni, szeretsz megérteni kijelentéseket, szeretsz megérteni látomásokat, és egyébként ez az, ami miatt azt mondja neked az Úr, ezért fogsz növekedni, mint Dániel. Mert Dániel nem új proféciát kapott, hanem visszanyúlt a régiekhez, és elkezdte tanulmányozni. És ahogy elkezdte tanulmányozni, újabb és újabb kijelentéseket kapott, és angyalok jöttek, hogy magyarázzák neki. És maga az Úr jelent meg
meg neki, és azt mondta, amiért nem vetetted meg az ót, ezért újat adok az életedbe. És ezt látom Sára az életedbe, azt mondja neked az Úr, menj vissza azokhoz a proféciákhoz, megértésekhez, amiket adtam neked. Kezd el őket tanulmányozni, és nézd meg, ahogy egy új réteget, új revelation-t, új kijelentéseket fogok neked adni, mert megbecsülted azt, amit mondtam neked, és gondoztad, és vigyáztál rá, és ezért azt mondja az Úr, a szorgalmadért és a kutató munkádért, azt mondja az Úr, ugyanúgy, mint Dánielt, el fogok jönni, meg foglak látogatni, és kijelentéseket fogok neked adni a saját életedről is, de népek és nemzetek életéről is. Mert látom, hogy az Úr elhívott téged, jelenleg csak azt gondolod, hogy maroknyi csoporthoz elhívott téged, a családodhoz elhívott téged egy szűk körbe, de azt mondja az Úr, hogy kicsi az, amit te látsz, és nagy az, amit én látok, mert népek és nemzetek közé viszlek téged. Mert Dániel azt gondolta, hogy egyszerűen megérti majd az ő népének a sorsát, de Isten egy egész, Isten nemzetségek és időknek, időszakoknak a jelenéseit kezdte el megérteni, és azt mondja az Úr, hogy elkezdesz kutatni, és elkezdesz mélyülni bennem, sokkal többet fogsz találni és látni, mint amit te gondolnál. Uram, köszönöm, hogy meg fogod őt lepni, és úgy fog az arcára esni, mint egy holt, az erő, a jelenlét, és az ámulat, és a csodálat miatt. Köszönöm, hogy a Sárára ez vár, hogy ámulat, meglepődés, megrettenés fogja őt meglátogatni a te nagyságod miatt, és felismeri, hogy milyen hatalmas Isten szolgál, és amiért felismeri, hogy milyen hatalmas Isten szolgál, ez nemzetek fölé emeli őt, és profétai hanggá teszi őt, nem csak a United Kingdomban, hanem más országokban is, Uram, nemzetek és népek fölött. Köszönöm neked ezt, Atyám. Köszönöm, hogy ide vezetted őt, és taníthatom őt, tanítványozhatom őt, és köszönöm, Uram, hogy ez a tanítványozásnak gyümölcse lesz, Uram, Európa szinten, és ki fog nyúlni Európán túl is, a Jézus Krisztus nevében, Atyám. Amen. Amen. Egy mondat. Parancsolj! Mondott, csak ilyen, ez az, amikor a profétálásnak a szelleme itt van, és gyorsan kaptam egy képet rólad, Viki, azt kaptam, hogy láttam egy páncélozott embert, teljesen felöltözve páncélba, és láttam a kardot, és egy nagyon-nagyon nagy kard volt, és láttam, ahogy így páncélosan bemegy, hogy igazából kihúzta a kardot az oldaláról, és a karddal megnyitotta a veil-t. Mi az a veil? Nem, veil. Fátyol. Hogy hívják? Függöny. Vagy tudod, fátyol. Hogy hívják? Fátyol. Fátyol. A fátyol. A fátyolt megnyitotta a karddal, és bement az Istennek a jelenlétébe, és lehelyezte ezt a kardot, és megpihent rajta. És kérdeztem az urat, hogy ki ez, és akkor láttalak téged páncélba felöltözni, és láttam, hogy a kardon megpihentél. És nagyon azt éreztem a látomásba, hogy volt időszak, amikor az Istennek az igéje jött hozzád, és szinte békét találtál benne, meg resztet, meg megnyugodtál rajta. De azt mondja neked az Istennek a szelleme, hogy nem csak azért adtam neked az igémet a te szádba, nem csak azért adtam neked az igét és a kardot, hogy te arra ráhelyezd a te súlyodat és megpihenjél rajta, hanem azt azért adtam neked, hogy te harcoljál vele, azt azért adtam neked, hogy te kinyújtsad, és avval vágjál szét, mert nagyon erősen látom, hogy az ige, amit az Isten beleadott a szádba, az a kard, abba te megpróbálsz megnyugvást keresni, abba te megpróbálsz te saját magad ráhelyezni a te súlyodat, hogy szinte úgy használod, mint a botot, tudod, mint amikor megnyugodnak rajta az emberek, de neked nem azért adta az Úr, hogy megtaláld elsősorban benne a te lelki békédet, a te nyugodalmadat, hanem azért adta neked az Úr, mert arra hívott te, hogy szétválasztod a világosságot a sötétségtől. Te neked azért adta az Úr, mert te harcos vagy, és el kell fogadjad azt a harcot, amit neked az Isten adott, és látom, hogy
teljesen fel vagy öltözve páncélba, és láttam, hogy bevisz téged az Isten a vél mögé, bevisz téged Isten a szenteknek a szentjébe, és láttam, ahogy ő, hogy ahogy azt mondta, hogy én Mózessel face to face, azt mondja, hogy én Mózessel, az én szolgámmal színről színre beszéltem, és láttam, hogy egy ilyen kapcsolatra hívott el téged az Isten, hogy veled színről színre fog beszélni, hogy téged bevisz a szentébe, hogy te hozzád színről színre fog beszélni, hogy neked elmondja a titkokat, neked elmondja a rejtett dolgokat, de azért hív be téged oda, nem azért, hogy megtartsad, hanem azért, hogy utána elmenjél és felhasználd, és elkezdjed szétválasztani a világosságot a sötétségből. És hogy nagyon erősen érzem rajtad ezt, hogy az Isten meg fog téged nagyon tanítani a harcra, mert a Péternek is úgy mutatkozott be, hogy a seregeknek az ura, és te erre lettél elhívva a te szellemi atyád alá, hogy megismerd a seregeknek az urát, és meg kell tanulnod csatákból győztesen kijönni, hogy utána háborút tudjál nyerni. Senki sem tud nyerni háborút, ha előtte nem nyert csatákat, és az Isten téged elkezd vezetni csatákba. Elkezd téged kivezetni a csatákból a háborúba, mert láttam, hogy nem arra vagy elhívva, hogy kis csatákat nyerni, hanem rendesen arra, hogy háborút nyerjél meg az Istennek. És nagyon erősen érzem, hogy olyan erővel és olyan hatalommal fog rajtad keresztül az Isten szólni, és már szól, hogy az igét úgy fogja használni rajtad keresztül, hogy egyszerűen el fogod választani a világosságot a sötétségtől. Ilyen erősen fogod egy nagyon-nagyon-nagyon erős profétai office-t, profétaságnak a lelkét adta beléd az Isten azért, hogy válasszál, de hogy ezért neked meg kell tudnod tanulnod, hogy amit kapsz az elrejtett helyen, a secret place-en, azt tudjad használni a publikus helyeken, elkezdjed használni a publikus helyeken, és megnyitni a te szádat, mert ahogy meg fogod nyitni a szádat, meg fogod látni, hogy az Isten hatalommal és erővel fog szólni. Jézus nevében. Amen. Én szeretnék még gyorsan hozzád szólni, de ha engeditek, tényleg gyors leszek, nagyon lehet érezni, amit a szellemét, hogy közelebb kell vinni a telefonodat. Bocsánat. Nagyjából én hallottalak, de nem. Hallottok most jobban? Ez az. Na, szóval nagyon-nagyon lehet érezni belőletek az Úrnak az erejét, ahogy így folyik belőletek. Olyan ez, mint amikor én nem tudom, mi történt a konferencia alatt úgy szellemileg, de azt érzem, hogy egy szellemi tekintély lett erősebb rajtatok, nagyon erősen. Tehát olyan, mint olyan érzés, hogy átléptetek egy határt, egy fokot megint. És a szellemi tekintély nagyon megnőtt rajtatok. Tehát most, ahogy így ez a fél óra, nem tudom mennyi, ez csak azzal telt el, hogy mondtátok az Úrnak az üzenetét, de olyan természetességgel, hogy mint hogyha olvasnátok, ez annyira mutatja, hogy megnőtt rajtatok az Istennek a tekintélye nagyon erősen, és hát nagyon-nagyon büszke vagyok rátok, tényleg én is. Én amikor bekapcsoltam a felvételt, és néztem, én is pont elkaptam azt a részt, amikor az Andi imádkozott ezért az indiai családért. Indiai volt, azt hiszem. A legjobb részt elkaptad, tök jó. Pont látom, hogy ott imádkozott értük, és először ugye a feleségért, ugye nagyon erősen, és akkor utána a gyerekekért, a kislányért, ugye, és akkor utána jött a kisfiú, és akkor utána láttam, hogy az anyuka elkezd üvölteni, ugye, és hogy megjelenik ez az erő. És hirtelen azt éreztem, hogy Uram, én nem láttam még így soha, nem is az az Andi, akit eddig ismertem. Ez egy más. És amikor láttam a színpadon is, mert volt a pénteki alkalmon is, ön csinosan fel volt öltözve, és azt mondtam, Uram, ő nem az. Nem az, aki eddig. Én nem büszke voltam rátok. Igen, jó. És csak így
néztelek titeket, hogy hova emelt fel az Úr benneteket. És valóban azért, mert mindent hátrahagytatok. És még annyit, hogy amikor előtte nap közben jártunk a Vikivel, azt hiszem, azt éreztem, hogy Uram, ők olyanok, mint te, mint Jézus, akit szintén, akiről azt mondták, hogy názáreti. És ebben akkora szellemi erő volt, Ez mert így. A názáreti szóban egy alap, egy lenézettség volt, egy megvetés volt, egy olyan, és ezt Jézus mindig hallotta magáról, hogy názáreti. És sokszor, ugye ez, ebben a szellem identitása is sokszor meg volt kérdőjelezve, és ezek ilyenek vagytok ti, mert a világnak sokszor názáretiek vagytok, mondom, Uram, és ők tudjának ott kint, hogy azt se tudják, hogy hol van Gyöngyös mellék a világon. Mondom, Gyöngyös mellék, az a térképen néha nincs rajta, és názáretből is egy ilyen rossz kép volt. Názáreti, támadhat-e názáretből valami? És ti innen támadtatok az Úrnak az erejéből. Nagyon éreztem, hogy tapasztaljátok ezt az érzést, amit Jézus, azokat a gondolatokat, amiken ő ment keresztül, de úgy, hogy tudjátok a szellemi identitásotokat, mert én tudtam, hogy Jézus, ugye Jézus tudta, hogy ki ő, hogy honnan jött. És annak ellenére, hogy hallotta, hogy názáreti, annak ellenére tudta, hogy nem, én ki vagyok. És ezt ti is ugyanúgy átélitek, annak ellenére, hogy emlékeztek Gyöngyös mellékre, emlékeztek a környezetetekre, annak ellenére ott vagytok úgy, hogy én tudom pedig, hogy ki vagyok, engem apostolnak nyugodt el az Úr, engem meg profétának, és hát ezt fogom csinálni, és ez igen, ez egy nagyon nagy büszkeséggel töltött el, hogy ugyanazt az érzést éreztem, hogy megkapjátok, mint ami Jézusban benne volt. A másik, amit éreztem, hogy azt is írtam le neked, hogy nagyon erős szolgálatotok van azok felé, akik elől állnak. Mert rajtatok keresztül megméri az Úr, kivezel a dicsőségéből. Olyan emberek vannak a kezetekben, olyan vezetők, olyan szolgálók, olyan dicsőítők, akiknek a neve híres, és rajtatok keresztül, a rajtatok, ti vezetésetek alatt az Úr figyeli ezeket az embereket, és méri őket, mert Júdás is ott volt a 12 alatt, és Júdás lopott az Istennek a dicsőségéből, az Úrnak a pénzéből. És olyan szolgálatotok van, aki alatt az Isten folyamatosan figyeli azokat, akik ott vannak alattatok. Ki az, aki vesz el az ő dicsőségéből? Ki az, aki elvesz ebből? És a ti szolgálatotok alatt fog ez nagyon sok mindenkinél próba lenni. Mert sok vezető van, sok szellemi pozícióban lévő ember van, aki a ti szolgálatok alatt lesz tanítványozva. És nagyon erős szolgálatot éreztem a közbenjárás alatt rajtatok keresztül, hogy hatalmas felelősség, hatalmas munka, mert az Úr méri nagyon a dicsőítőket, a hangszeres dicsőítőket, akik elől állnak, akik énekelnek a hangjukkal például. Nagyon sokan a vezetők, akik meg le vannak tapsolva, akik ki vannak kiáltva, és úgy jönnek a porondra, úgy hívja ki őket, például az Andi, amikor fölvezetett téged, olyan gyönyörűen fölvezetett téged, ugye? Én lehet, hogy belőle érezni az erőt, és ez nem csak veled fogja megcsinálni, meg te nem csak, meg ugye a Tomit is meg lett tapsolva, és őt is fölvezett, és őt is bemutatta a gyülekezetnek, és
éreztem, hogy sok ilyen embere lesz, akit így fölvezet, és akkor abban a pillanatban az Úr őt nagyon fogja mérni, hogy hova rakja az ő szívét, ki tapsol, kinek adja át a dicsőséget, a tapsot hogy veszi el, és ez nálatok van nagyon erősen. Úgyhogy én nagyon büszke vagyok rátok, nagyon szeretlek titeket, és hát én nagyon hálás vagyok, hogy a ti vezetésetek alatt lehetek tényleg, és köszönöm a tanítást a mai napról, nagyon-nagyon kellett hallanom. Attól függetlenül, hogy jó befélem, hát hogy az jutott eszembe, hogy én nem tudom, hogy akarom ezt, mert azért a félelemmel együtt harcolni, úgyhogy úgy kiállni való, hogy közben félsz, az nem biztos, hogy olyan kecsegtető, de hát valószínű, hogy akkor ez kell. Így van, így van. Nézd csak meg, ahogy beszéltél, kezdtem, hogy az Úr mutatja nekem, hogy nézd csak meg, hogy féltél a szüléstől, és micsoda csodálatos életeket hoztál. Micsoda csodálatos életet adtál, vannak gyermekeid, jön akkor a szülés. Maga egy félelmetes dolog, és azt mutat, hú, de félek. Áldás jött belőle, és hiszem, hogy az Úr ezt hozza az életedbe, hogy lehet, hogy sok mindent félsz, vagy sok mindennél hezitálsz, de ha belelépsz és elkezded, abból csodálatos dolgok fognak születni. Te benned egyébként ott van nagyon ez a... Benned az egy olyan, nem is tudom, hogy mondjam ezt, egy ilyen lendületet helyezett beléd az Úr. Amit mondtam a Sárának is, hogy a vizet változtat orrá. Van benned valami, ami egy olyan lendület, egy olyan ősi erő, ami itt neki fut dolgoknak, neki rohan dolgoknak, és annak ellenére, hogy félsz, ez a lendület fog téged belevezetni dolgokba, természetszerűen. És nem fogsz tudni törődni a félelemmel, mert ez nagyon benned van, ez a lendület, ez a nekifutok, megpróbálom, nem adom fel. Ez nagyon-nagyon erősen benned van. Az Isten, mikor a mennyből kiküldött, ezt beléd helyezte. És annak ellenére, hogy most ezt mondtad, hogy nem is tudom, hogy akarom-e, az a jó, hogy ezt mondod, de egyébként megcsinálod. Ez az Isten ajándéka benned. Dicsőség az Úrnak. Mondhatok még valamit, vagy már hogyne, nem? Persze, parancsolj nyugodtan. Nem tudom magyarul jól kifejezni magam, de megpróbálom. Nagyon nagy áldás nekem, hogy itt lehetek ebbe a magyar csoportba, meg egyáltalán, hogy veletek lehetek. Én igazából csak szeptemberben valahogy, amikor gondolkoztam, akkor csak szeptember végén kezdtem valahogy, nem is tudom, hogy e-mailen, vagy hogy jött az a 300, hogy kell mondani, az a Gedeonit. Igen, akkor kezdtem visszamenőleg hallgatni az összes, mindent meghallgattam, mindent, amit találtam. És ha emlékeztek arra, amikor nagyon-nagyon nagy kenet van rajtatok. Lehet, hogy túl, hogy kell mondani, legalább én ezt így látom, én ismerem Tomit néhány éve Dicsőliből, és nagyon nagy kenet rajta van, meg Sharonon persze, de rajtatok egészen más kenet van, nem, hogy egészen más, persze a profétikai, meg apostoli, meg stb., de más, és én legalább úgy érzem, vagy hogy mondhatom, látom, hogy mintha nagyobb lenne a kenet rajtatok, és ha emlékeztek, akkor mondtam januárban, amikor azt hiszem január végén, amikor írtam, hogy szeretnék jönni Londonba, alkalomra, vasárnapi alkalomra, hogy mikor nektek megfelel, mikor jöhetek. Nem akarom mondani, hogy engemet Tomi nem érdekelt, és nem Tomi miatt mentem, de igazából nem Tomi miatt mentem. Én miattatok mentem oda. Na hát, ez nagyon nagy dolog. Ez nagyon nagy dolog egyébként, amit mondasz.
És igazából azon gondolkoztam rajta, hogyha kérdeztetek, hogy kit új, én körülnéztem, és néztem az embereket, amikor emlékeztem, hogy aha, ez is új, ez is új. És akkor nekem eszembe jutott, hát én is először vagyok itt. Akkor, mintha felálltam és leültem, amikor Tomi kérdezte. De egyáltalán nem úgy éreztem magamat, mintha először ott volnék. Igazából nagyon voltam meglepve magamon, hogy miért nem álltam fel, de én úgy éreztem ott magam, mintha ott lennék, voltam mindig. És a tanítások, amit lehet, hogy ti meg vagytok szokva, de a tanítások annyira mélyek, és annyira finom, jó sütött hús, szellemi hús, annyira mély, hogy és annyira őszintén vagytok, és annyira alázatos, és az életeteket kitárjátok, mint egy tányéron, és megmondtatok magatokról mindent, úgy, ahogy volt és van, hogy you are not ashamed, hogy kell mondani, hogy nem... Nem szégyeljük magunk, nem takarunk. Igen, nem szégyeljük magatokat, hogy annyi sokat én kapok a ti életetekből, annyi sokat, hogy én úgy érzem, hogy a szellemi világban a tekintélyetek, hogy nem jól mondom, a magyarul, igen, sokkal magasabb, meg nagyobb, mint nem akarok most titeket Tomival összehasonlítani, igen, nem abból most, de az érzelmeimről, vagy mint ahogy én a szellemi látásom, hogy ahogy látom nagyon, és ez a tanítás is mai annyira jó, az a dinamo, meg az a különbözés, soha életemben nem hallottam, nem csak ez, csak azokat a régi tanításokat is, hogy milyen különbség a világosság, meg mi volt a másik szó magyarul? Fényerő, fényerő. Fényerő, shine, light, meg shine. Light, igen, az a igen. Brightness, vagy igen, brightness. Igen. Meg az, hogy nekem fel kell állni, és fel, meg igen, és az, hogy én ezt tudom, de annyira sokszor, hogy visszatartom magamat, nem, úgy, ahogy mondtam, hogy nem akarok semmit mondani, nem akarok kilépni, hogy félek, hogy nincs bennem a bátorság, és amikor ma is mondta Andrea, Andi, hogy ő is, amikor kilépett profitálni a indiai családnak, hogy ő is mondta, hogy nem tud, hogy mit fog mondani, és hogy mennyi sokszor őnek is ki kellett lépni avval, hogy ez egy risk, és kiállt. Az annyira bátorító, hogy mondtam, oké, én kilépek ma is rossz magyarral, rossz angolral, akkor, és mondtam, oké, szólok én is valamit a képhez. De így dobogott a szívem. De mondtam, hogy kilépek, mert az egész az Istennek a glory, neki legyen a hála érte, igen. És tehát köszönöm a tanítást, nem csak ma itt, de az összest. És ha szabad, nem tudom, ha szabad-e mondani, vagy nem tudom, hogy ez így működik nálatok a csoportban, de két szó van nekem, egyik az Anitának, a másik a Dávidnak, meg az Abigailnek. Mondhatom? Igen, jó, igen, igen, kérlek. Először mondom Abigail meg a Dávidnak, mert az volt, amikor imádkoztál értük, akkor az a szó jött, nem tudom, nekem a szavágól fordítom magyarra, hogy a világ vár a Isten fiaira, hogy sóvárogra várja a világ az Isten fiainak a megjelenését. Igen, hogy igen. Az jött nekik. Meg Anitának pedig, amikor te imádkoztál, érte, meg profitáltál Anitának, akkor Isten
eszembe jutott, amikor nekem valaki profitált, vagy szólt hozzám, és mintha az jött, hogy az a, de az még te csak elején kezdted mondani, és nem tudtam, hogy mit fogsz, hogy fogsz imádkozni, mit fogsz mondani, és akkor Andrea is mondta, hogy az jött, hogy nekem akkor azt mondták, és azt, mintha az úr szólna Anitának, hogy hogy Anita mondja az úrnak, hogy sokat, most a magyar szókéset, elrontottam. Sokat az életemben elrontottam. És amit mondaná, hogy mindent elrontottam. De az úr mondja, hogy nem mindent rontottál el. És ha ott volt a kalácsok, amikor be kell rakni a sütőbe, a tepsin, és hogy az első sütő, mintha az életébe kijött, ami azok a kalácsok voltak kicsikit elégve. A juda éget. Igen, igen, köszönöm, az. És de az úr mondja, hogy, hogy nem baj, megyünk újra kalácsokat sütni együtt. Mostanáig egyedül sütötted. Most már együtt fogjuk sütni, és más lesz a result, és a taste, a kalácsoknak más lesz. Annyi. Köszönöm. Dicsőség az Úrnak, nagyon erős, nagyon erős. Hú, hát nagyon erős a profétai szó is, amit megosztottál, a Dávidékkal, a végére kerülve Anitával. Én személyesen nagyon erősnek tartom azt, amit nekünk mondtál, felénk mondtál. Rendkívül hálás vagyok, köszönöm szépen. És örülök, hogy úgy tudtál eljönni a konferenciára, hogy azt mondtad, hogy azért, hogy láss minket. Ennek külön örülök, ez megtisztelő. Ez megtisztelő. Rajtad kívül még egy vezető mondta nekünk ugyanezt, hogy nézzétek, én szeretem a ti szellemi apátokat, nekem is vezetőm, de én azért jöttem ide, mert itt volt az Andrea és a Péter. És ez nagyon nagy dolog, hogy a mi szellemi apánk, a mi papánk nagyon erős, nagyon szeretjük, nagyon tiszteljük őt, de az Úr mégis elkezdett embereket állítani körénk, mert mi vagyunk itt Európában, és nekünk ez a mi területünk, és az Úr olyan embereket kezd el hozzánk hozni, akik észreveszik, hogy igen, ide volt, ők ide lettek küldve, ezért nekem hozzájuk kell menni. Ez óriási dolog. Óriási dolog, hogy egy ilyen nagy generális menet, mint az apostol Tomi észrevenni bárki mást, ez csak az Úr kegyelme. Dicsőség az Úrnak, Bea. Köszönjük szépen. Bea, kérdezik közben itt a chatboxban, hogy mikor voltál proféta suliban, melyik évben. Ezt csak úgy mondom, hogy nem láttál. Lehet, hogy utoljára talán 16-ba vagy 7-be. 17-be talán, igen. 17-ben voltam utoljára, és azt hiszem először 12-be. Oké. Okay. Hát akkor egy helyen voltunk egyszerre, és nem tudtunk egymásról. Akkor én is ott voltam. Ja, kíváncsi voltam. Na, dicsőség az Úrnak. Örülök, hogy itt voltatok. Bocsánat, hogy ilyen sokáig tartott az alkalom. Szeretném, hogyha a Zoli bezárná az alkalmat egy imával, és aztán pedig az Úr áldjon meg titeket. Parancsolj, Zoli! Hallotok? Drága mennyei atyám, hálát adok neked, hogy Jézus Krisztus nevében összejöhettünk, atyám, és hallhattuk a te gondolataidat, Úr Jézusom, hallhattuk azokat a gondolatokat, azt az eredet, atyám, tálaltad nekünk, ami
ami Úrisom szükséges nekünk a következő időszakhoz, szükséges nekünk azokhoz a dolgokhoz, amik előttünk állnak, amik ránk várnak. Köszönöm neked, drága Szent Szellem, hogy végig engedelmes szolgák voltak itt a csoportban, akik hagytak téged érvényesülni, hagyták, hogy folyják közöttünk. Köszönöm neked, drága Úrisom, ezt a mai alkalmat. Hálát adok neked, Atyám, az összes családtagomért, aki itt van, Úr Jézusom. Mind szellemben, mind vérben, Atyám. Köszönöm neked ezt az új családot, amit adtál nekem, Atyám, és adtál nekünk. Én megáldok, Atyám, egyesével mindenkit. Köszönöm neked ezeket az embereket, testvéreket, Atyám, apákat, anyákat, bátyákat, Úr Jézusom. Köszönöm neked őket, Atyám. Hálát adok neked értük. Megáldom őket, Úr Jézusom. Beszélj velük, Atyám, látomásokban, ezen az éjszakán, álmokban. Úr Jézusom, köszönöm neked őket, és mélyítsd el, Atyám, ezt az üzenetet, hogy ne tudják elfelejteni. Forgassák újra magukban, hallgassák meg újra, Úr Jézusom. Vegyék elő a jegyzeteiket, Atyám. Gondolkodjanak, Úr Jézusom, menjenek a mélyére ennek az üzenetnek, amit ma adtál nekünk. Hálát adok neked, Úr Jézusom. Külön megáldom az apostolt és a prófétanőt, Úr Jézusom. Kettős tisztességgel, Úr Jézusom. Imádkozom azért, hogy mindenki, Atyám, ebbe a csoportban nézze rájuk. Kettős tisztességgel, Atyám, amiért feláldozták az idejüket, Úr Jézusom. És Atyám, készültek, és Atyám, foglalkoztak veled, hogy nekünk tudjanak, Atyám, ételt adni. Köszönöm neked, Úr Jézusom, az ő idejüket. Legyenek ők áldottak és fényesebbek, Atyám, a szellemvilágban. Jézus nevében. Amen. Amen. Áldjon meg az Úr titeket. Köszönöm, hogy itt voltatok.